ünnepnapján. És nagyon örülök, hogy eljutottam, és ebben bocsánatot kérek, bár nem az én hibám volt, hogy a hétfői alkalom találkozásunk nem sikeredett, de sajnos lerobbant az autó, nem akart elindulni. Én nem tudtam eljutni Kecskemétre. Azonnal azt szeretném kérdezni, hogy mennyire ismételjük át mindazt, amit az első alkalommal elhangzott. Mert elég régen volt, másrésztről én nem is emlékszem, meddig jutottunk el bevallom. Őszintén, mert azóta már elég sok előadás volt máshol. Bárhatóság. Jó, akkor úgy lesz. Azonnal kezdjük. Ugye ez az előadás a kárpáti magyar hazának a szent földrajzáról szólna. A szent földrajz azt jelenti, hogy a szent helyek működésrendjével próbálunk meg foglalkozni. Ez a mai időkben egy kulcskérdés. Ugyanis bármilyen földrajzi egységet, zárt földrajzi egységet, mint amilyen például a kárpáti magyar haza, működtetni csak a szent helyeken keresztül lehet igazán. És eljutottunk most már abba a helyzetbe, hogy a helyes működtetése a kárpáti magyar hazának számunkra létkérdés. Tehát vagy két éven belül megtanuljuk helyesen működtetni ezt a hazát, vagy nagyon nagy baj lesz. Ezt mindenki tapasztalja már, hiszen megvannak a jelei ennek a közelgő nagyon nagy bajnak. Ezért stratégiai a szent földrajznak a kutatása. Nem véletlen, hogy nemzetbiztonsági hivatalok, irodák, ügynökségek vannak ráállítva a szakrális földrajz kutatásából származó információknak a megszerzésére. Az elmúlt alkalommal azt is mondtuk, hogy ha nem elégszünk meg annak a bizonyos magyar népdalnak a két sorával, amelyet az előadás címéből választottunk, és többet is meg szeretnénk tudni a kárpáti magyar haza működtetéséről és működéséről, akkor természetszerűleg a címerábrához kell folyamodni, mégpedig a pásztor műveltségünk közegében keletkezett magyar címerábrát hoztam. Minden a pásztorművészet közegében keletkezett címerábra ugyanezekkel a sajátosságokkal rendelkezik. Tehát nem arról van szó, hogy én kiválasztottam egy olyan egyedi címerábrát, amelyel alá tudom támasztani a mondatomat. Minden népművészeti címer, a népművészet közegében keletkezett címer ugyanezekkel a sajátosságokkal rendelkezik. Ami a legfontosabb, tényleg csak nagyon röviden összefoglalva az elhangzottakat, nagyon szépen látszik, hogy ennek a címernek ember arculata van, ember szabású ez a címerába. Ez azt jelenti, hogy ha ez a címerába ember szabású, akkor a kárpáti magyar haza működése is ember szabású és ember léptékű. Tehát megfelelésben van az ember működésével. Egyrészt ezt jelenti, másrészt pedig azt jelenti, hogy a kárpáti magyar haza működése az emberré való nemesedés. De a szó tényleg legnemesebb értelmében. Az emberré való nemesedés szolgálja. És ha belegondolunk, itt tényleg ilyen erőkkel lehet töltekezni. Ebben a hazában. Tényleg ilyen erőkkel lehet töltekezni. Mit jelent az, hogy ember lépték és ember szabásról működése a kárpáti magyar hazának? Vagyis megfelelésben van az emberi működéssel. Ehhez csak annyit kell tudni, hogy az ember hogyan működik, és ennek a megfelelését meg kell keresni a tájban. Az ember működéséről pedig talán a két legfontosabb dolog, amit tudni kell, hogy mivel az ember magán hordja a világot, magában hordja a világot, a világnak a képmása, kicsiben, mikrokozmosz, mondjuk idegen szóval, ezért épp úgy három szinten működik, mint a nagy világ, idegen szóval, ugye a makrokozmosz. Azaz van egy felső világa, van egy középső világa, és van egy alsó világa. Tudom, hogy ez már sokaknak a könyökén jön ki, de én azért csak elmondom. Az ember léptékében ez azt jelenti, hogy lesz egy szellemi működés, lesz egy lelki működés, és lesz egy testi működés. A kárpáti magyar hazára vonatkoztatva ugyanezt jelenti. Tehát van egy szellemi működése ennek a
országnak és ennek a nemzetnek, van egy lelki működése ennek az országnak, ennek a tájnak és ennek a nemzetnek, és van egy testi működése. A földrajz, a tudományos földrajz csak a fizikai működéssel foglalkozik. Nagyon-nagyon rosszul teszi, hogy így tesz, mert minden a szellemiségből száll alá. A szellemiségben van a forrás. Tehát ha mi helyesen akarjuk működtetni a hazánkat, akkor a szellemiség szintjén kell elkezdeni működtetni a hazánkat. Ez azt jelenti, talán emlékeznek rá, mondtam egy konkrét példát, az a bizonyos ökológiai válság, amely fenyegeti az egész földet, és benne saját hazánkat is, nem fizikai szinten oldható meg. Kevés, ami fizikai szinten próbáljuk megoldani ezt a kérdést, a szellemiség szintjén kell elkezdeni. Lesz egy lelki működés, tehát mondtam, és lesz egy testi működés. Azzal kezdtük, hogy a szellemi működést vizsgáltuk meg, hiszen ez a forrás. Minden innen száll alá, de most csak ismétlem magamat, és manifesztálódik, jelenik meg, anyagiasodik a testiség szintjén. Mit lehet látni a szellemiség szintjén? Egészen döbbenetes. Mert azzal, hogy azt mondtuk, ember orcája van, vagyis ember léptéke a működés és emberszabás a működése a Kárpát hazának, ezzel még nem mondtunk el mindent. Ugyanis az emberi minőség legmagasabb szintje néz belünk szembe. Az emberi működésnek a legmagasabb szintje pedig a hagyományban úgy neveztetik, hogy király. Mégpedig úgy neveztetik, hogy Isten király. Vagy szakrális király. Vagy szakrális uralkodó. Nagyon szépen látszik, hogy ezt a hazát csak ilyen módon lehet helyesen működtetni. Királysággal, a királyság intézményével. És itt nem is a király személyén van a hangsúly. Ez is nagyon fontos. Mert mi van legmagasabb szinten a szellemiségben? Maga a korona van legmagasabb szinten a szellemiségben. És megnéztük, milyen koronával állunk itt szemben. Mert nem akármilyen korona ez. Ez magának a szellemiségnek a kisugárzása által jön létre. Tehát ez nem feltétlenül csak egy tárgyilag megragadható korona, és tudjuk, hogy a magyar szent korona nem is ilyen elsődlegesen. Itt egy szellemi koronával állunk szemben, és a szellemi kisugárzás szerint a fejből közvetlenül, ugye a képjelek mutatják, hogy közvetlenül a fejből sugárzik ki, és mi van a kisugárzásnak a végpontjában, gyöngyöcskék vannak. És aki járatos az ősvallásunk kérdésében, egyáltalán a vallástörténet kérdésében tudja, hogy a gyöngy nagyon fontos jelkép az ősi vallási metafizikai rendszerekben. És mindenhol elsődleges jelentése a fényhez kapcsolódik. Tehát bizony itt egy fénykoronával állunk szemben. És ha ez egy fénykorona, akkor ez egy örök korona. Tehát kimondhattuk nyugodtan és nagyon bátran, és egyre hangosabban kell mondani. Egyre hangosabban, mert ennek az országnak, ennek a nemzetnek csak akkor van jövője, ha királyságban él. Szakrális királyságban. Nem ebben a szabadkőműves csőcselék demokráciában, ami most van. Mert hát nem is hagyjuk ezt a témát. Tehát ebben ne is menjünk bele. Itt egy örök királyságról van szó. És a vallás alakulatot is nagyon szépen meg lehet ragadni ezen a koronán. Mert ott van képírással megfogalmazva, ott van egy kereszt, és ha ez egy örök korona, egy fénykorona, akkor vajon tehát egy örök királyság. Királyság volt, most is királyság, és királyság is lesz. Ugye tudjuk, hogy senki a magyar szent korona jogállását hivatalosan föl nem függesztette. Ebből következőleg, de ezt is mondtam, ez is csak ismétlés, ami 1944 óta ebben az országban történik, és ezt megint most már egyre hangosabban kell mondani. Mert nagyon nagy a baj. Ami ebben az országban 44 óta történik, teljes egészében jogtalan és törvénytelen. Nem csak a jelenlegi kormány jogtalan és törvénytelen, ezt már mindenki látja. Tehát egész egyszerűen egy bűnözői kör van jelenleg hatalma. De az előzőek is, mind-mind törvénytelenek. És milyen vallás alakulattal lehet működtetni ezt a hazát? Természetesen kereszténységgel.
mert a kereszt az bizony nagyon szorosan kapcsolódik egy vallás alakulatúra, a kereszténységet. És most itt bele lehet kötni, természetesen az előadás menetében. Mert azt lehet mondani, hogy hát a kereszténység egy történetileg nagyon behatárolható vallás alakulat. Csak hogy ez nincs így. És honnan lehet tudni, hogy nincs így? Magától a kereszténység megalapítójától, Jézus Krisztusodoktól. Ő mondja, én vagyok a kezdet, és én vagyok a vég. Most vagy elhisszük neki, amit mondott, vagy nem, de ha nem, akkor meg minek vagyunk itt, és nincs értelme egyáltalán az egésznek. Ha pedig ő a kezdet, és ő a vég, mert ő az örök ember ősképe, mindannyiunk ősképe, akkor ez azt jelenti, hogy a kereszténység az örök kereszténység. De ez azt is jelenti, mert gondoljuk tovább, hogy akkor ez a kereszténység nem azonos a örök kereszténység, amit ma ismerünk. Mert ez egy történetben behatárolt formája a kereszténységnek. Akár a római kereszténységről, tehát a nyugati kereszténységről beszélünk, akár a bizánci kereszténységről, teljesen minden. Itt az, hogy maga az örök kereszténység fogalmazódik meg. Úgy is nevezhetnénk, nagyon bátran, hogy a magyar ősvallás fogalmazódik. Mert mindaz a magyar ősvallásban, erre most nincs módunk kitérni. Tehát ez biztos Szántaival, Spak Gábor és a többiek, Molnár és a gyönyörűen kivonva elmondták. Mert a magyar ősvallásban mindaz megvan, ami a kereszténységben megvan. Mert megvan. Mert ugyanarról szól. A fény felszabadításról, a fény kibontakoztatásáról. És az üdv elnyeréséről. Egy üdvtörténeti utat zárt föl az. És az üdvtörténeti út bizony egy örök királyságon keresztül vezet. Tehát itt az örök király orcája néz velünk szemben. A hagyomány világkirálynak nevezi ezt az örök királyt. És sorba lehet venni, hogy kik voltak ilyen örök királyok, kik voltak ilyen világkirályok a hagyományban. Ha a magyar hagyományban nézünk szerteszét, az első kérdés, amit föl kell tegyünk, hogy kitől származik ez a korona, és kitől származik ez a királyság. Egyértelmű választ kap Zrínyi Miklóstól. Ez a királyság, ő fogalmaz így, örök királyság, örök korona, örök ország, Attila királytól származik. Ő a forrás. Tehát már a szellemiség szintjén megragadhatjuk Attilát. Ez nagyon fontos. Nekünk Attila egy nagyon fontos menedékünk. És csak nekünk. Mert nézzék meg, hogy nyugat, hogy néz Attilára mai napig. A legnagyobb gonosztevő között tartja számon a történetírásunk. A mai napig. De nekünk ő menedékünk. És ha a menedékünk nekünk és a szívünkbe tudjuk fogadni, akkor Attila nekünk segíteni fog. Mert nagyon nagy erőt képvisel. Kozmikus erőt képvisel. Teremtő erőt képvisel. Csak a teremtő erőnek az az oldala, amely a rossznak a visszametszését végzi. De erre is nagyon nagy szükség van, éppen ebben a mai világban. És ez nem a mi feladatunk. Nem mi nekünk kell ítélkezni, majd ő fog ítélkezni. De nekünk a szívünkben kell fogadni. Hát már itt a szellemiség szintjén a királyság forrásaként megjelenik Attila. És ha Attilától visszafele megyünk az időben, akkor ki az az örök király, akit az egész föld királyaként tart számon a közel-keleti hagyomány? Nimród. Nagyon jól tudja mindenki, akkor nagyon gyorsan fog menni az ismétlés. Így van. És Attila kitől számozik? Tudjuk jól Nimródtól. És Jézus Krisztus kitől számozik? Mondjuk a Talmud szerint. Ugyancsak Nimródtól. Hát egy gyönyörű leszármazási vonulatba illeszkednek bele a Turul nemzetség királyai bizony. Mert Álmos is ide tartozik, Árpád is ide tartozik, és a Turul nemzetség minden királya ebbe a vonulatba tartozik. És ez a vonulat megjelenik a Földön. Milyen formában, kedves egészségére, milyen formában? Hát a Földön az Isten királyok vonulata mindig vérségi leszármazás formájában jelenik meg. Ez a szellemiség teste töltése. Hol látjuk ezt a vérvonalat a címerben? Egy szinten lejjebb kell jönni. Miért kell lejjebb jönni? Mert nem a szellemiség világában kell keresni ezt a testetöltést, hanem a középső világban. Vagyis a mi világunkban, mert mi lakunk itt most a középső világban. És döbbenetes átalakulás következik be a címerben is, mert eddig egy
szembenézeti ábrázatot látjuk, az Isten király néz minket. Ha lejjebb jövünk, akkor mi történik? Rendkívül mozgalmassá válik a kép, hullámzóvá, mozgóvá, dinamikussá válik a kép. Itt minden hullám természetűvé alakul át. És az emberben mi a legváltozékonyabb és leghullámzóbb? Maga a lélek, a lelki állapot. A nők, a hölgyek, ugye, akik a lelkiséget képviselik elsőrendűen az emberi közösségben, ezért szokták a férfiak mondani, hogy milyen változékonyak a hölgyek, ugye? Mert náluk a lelkiség a meghatározó. Egyszer jó kedvük van, egyszer rossz kedvük. És el se árulják, hogy miért van jó kedvük, aztán meghirtelen miért van a következő másodperül rossz kedvük. Ettől szoktak a férjek ugye a falra mászni. Megkérdezik, kedvesem, most miért sírsz? Nem mondom meg. És akkor mit lehet tenni semmit? Végén kell hagyni szegények életet. Tehát minden mozgalmassá válik, és ugyanakkor mi történik? Minden kétarcúvá válik. Minden kétoldalúvá válik. Lesz egy jobb oldal, lesz egy bal oldal, lesz egy világosság, lesz egy sötétség, lesz egy férfi, lesz egy nő, lesz egy nappal, lesz egy éjszaka. Vagyis itt vagyunk benne a középső világ tartományában, a duális világban. És ha megnézzük a jobb oldalt, itt találjuk meg a vérségi vonulatnak a képjelét. Mert mik ezek? Hát ezek az árpádságok. Mitől árpádság az árpádság? Meg tudná valaki mondani? Miért hívják ezt a mezőt árpádságos mezőnek a heraldikában? Mit fejez ki az árpádságos mező? Vannak benne vörös vonalak, vagy vörös sávok. Hát bizony ezek első körben a vért jelentik, akár bogyogostól jönnek. A vért jelentik, és a vér az a lélek. A vér az a lélek. Gondoljunk Krisztus véráldozatára. Mit erősít bennünk Krisztus véráldozata? A lelkiséget, megadja a lelki motivációt az üttörténeti úthoz. Egy hatalmas lelki motivációt ad. Hát ez maga a vérvonal. És ami most nagyon nagy vonalban akarunk fogalmazni, és kiterjesztjük vizsgálódásunkat az egész európai művelődés történetre. Mindazok fényében, amit most így gyorsan elmondtam az ismétlésben. Hogy nevezik ezt a vérvonalatot a nyugat-európai hagyományban? Is. És az egész keresztény hagyományban. Hogy nevezik ezt a vérvonalatot? Nagyon fontos pedig. Milyen mitosz épül-e vérvonalat köré? Ezt nevezik grál mitosznak. Na de ne felejtsük már el, hogy a grál, amit nagyon sokféleképpen szoktak magyarázni. Kinek hogy tetszik? Aki nem szereti a magyarokat, az elkezdi vagy a latinból fordítgatni, azt mondja, hogy graduale. Ugye grál, az a graduale szóval számít. Persze, ez is benne van. Vagy grazale, vázat, ugye? És még lehetne sorban. Na de magyarul is meg lehet szólaltatni a grál. Hanggal, aki megfeleléseket kell igénybe venni. Hát ha csontvágyan szépen leírtuk, pergetni kell a nyelvünket, akkor miért nem pergetjük? Hát a mi nyelvünket aztán igazán lehet pergetni. Miért? Mert egyrészt gyönyörű, szerves, holisztikus nyelv. Maga az ős nyelv. Modern formájában, ugye a 21. századelején. De maga az ős nyelv. És én a grált hogyan tudom magyarra fordítani? Nagyon egyszerűen király, mindenki tudja. Erről beszél. Ez a királyoknak a vérvonal. A grál a királyok vérvonalát meséli el. Melyik királynak? Hát Jézus Krisztus, ő világkirály. Bizony világkirály. Megváltó világkirály. És ott van az előképe Jeruzsálemben. Ezt is mondtam a múltkor, de nagyon fontos elismerni. Mert Jeruzsálemnek ki a király? Ugyancsak egy világkirály. Melkiszédeknek szívják. Melkiszédeknek. Ő fogadja Ábrahám pátriarchát, amikor elmegy Jeruzsálembe. Mert ő akkor már ott van. Mert Jeruzsálem már akkor város. Ezek szerint nem ők alapították. De hát ezt tudva légy, hogy a szkíták alapították. Egyébként a neve is a szkítasághoz kapcsolódik. Mert mit jelent? A Szent Sólyomnak a városa. És miért volt a Szent Sólyom városa? Mit nevezhetik a Szent Sólyom városának? Nyilván, mert a legfontosabb szertartás a Szent Sólyomhoz kötődött. Mi ez a Szent Sólyom? Hát ezt rögtették a téli napfordulón. Másnéven Kerecsennek is nevezik. És ott ma van egy ünnep a téli napon, amit Karácsonynak nevezünk. Hát nem érdekes? Egyébként Kavasolyonnak is hívják, és én a kabát vissza kell olvasom, akkor azt mondom, hogy abbak. Melyik állatövjeinek a kezdetén van? Karácsony. Abbak. Ez a legsötétebb időszak. A legköves.
legszebb időszak. Ezért az egész ős hagyományban szorosan kapcsolódik meteorit kultuszhoz, a téli napfordulónak az ünnepe. Az égből alászálló kőhöz. Hogy hívják ezt az égből alászálló követ, mondjuk a Mohameden vallásában? Nem érdekes? Kaba, kápa. Mondjuk most sziszegős hangon, Csaba. Csaba. Kicsoda Csaba? Ugyancsak az égből jön, mint a meteoritok, nem? Egyébként a meteoritokat az ősműveltségben Isten magjának tartották. Istenből sarjadzó utód. Mert Isten magjából sarjadzik az utód. Csaba kicsoda? Hát a mi hagyományunkban Attilának a fia. Na de ott van a mezopotámiai hagyomány. Nem szeretem ezt a szót, hogy mezopot, ez görögül van, mezopotámia. Hát ez nekünk nem szólal meg. De ott van a mezopotámiai hagyományban. Mert meg lehet találni Csabát. Ott van. Soba Csaba. Kicsoda ő. Pásztoristen. Milyen pásztoristenség? A tavaszi napi egyenlőség feltámadó pásztoristen. Ott van Egyiptomban. Ugyanígy hívják. Csaba. Kicsoda Egyiptomban Csaba. A halottak könyvében lehet olvasni. Feltámadó megváltó istenség. Ő köré épült mindaz, ami a piramisokban, nevezetesen a három nagy piramisban szertartása zajlott. Na de azt is tudjuk, hogy a három nagy piramis milyen égivintára épült. Az Orion csillagkép övének mintájára és az Orion csillagképet, ha nem görögül fogalmazunk, a közel-keleten hogy hívják? Nero. Nem érdekes? Még mindig ezen a vérvonalon mendegél. Hát ez a gráv. És milyen érdekes, hogy a gráv keletre kerül egy idő után. János fa országában. Hát legalább öt történészeknek öt tippje van, hogy melyik volt János pap országa. Teszik Tibetbe, teszik Indiába, teszik Mongólia területére, oda a Gúbis-hivatag környékére, és teszik Korezm környékére. Ezek mind a magyar őstörténet szempontjából nagyon illusztris területek. Na de miért fontos ez a János pap országa? Azért, mert a János pap tanítványait a hagyomány megnevezi. Egyébként ők évente zarándokoltak, Egyiptomban a vízai fennsíkra a piramisokat. Hogy hívja őket a hagyomány? Szabiloknak. Miért fontos ez? Azért, mert vérbulcsú és tormás, amikor elbeszélgetnek Konstantin császárral, azt merészelik mondani nekik, hogy ők szabilok. Szavirto eszfalai. Azt jelenti szabilolvasok. Ha ezt ógörökből visszafordítom. Hát bizony-bizony bezáródik a kör. Arról nem is beszél, hogy a Gránitus akkor jelenik meg Nyugat-Európában, amikor Attila megvan. Időben akkor jelenik meg. Hát itt nagyon szoros a kapcsolat. De itt nem csak vérségi vonulatot láthatunk ám, mert a királyságnak, és ez a fontosabb, mert ki lehet Isten király? Az lett Isten király, aki szellemileg fölkészült erre a feladatra. És annak a fejére a magyar szemkoron háromszor fog rászállni. De Isten. Mert ez volt a király választásnak a ritusa. Vagyis szellemi szinten is megjelenik ez az útja. Milyen formában? Hol van az Isten királyoknak az útja? Hát természetesen a csillagos ég volt. Mert ebben a világban a csillagos ég volt jelképezi a fentet. Onnan lehet leolvasni a fent törvényeit a csillagmitológiában. Az a szellemi világnak a törvénykezése. És van ott egy ország? Bizony. Amit ráadásul folyónak is hívunk. Na most, hát a folyó azért ennyit legalább tudnunk kell, az törökön úgy hangzik, hogy Attila vagyis Attila. Vagyis itt nincs másról szó, mint az attilai vonulatról. És ezen az attilai vonulaton, ahova Attila távozott, fog szépen lejönni Csaba királyfi. És meg fogja segíteni négyszer ezt a nemzetet. Háromszor már volt itt. Szent László képében, Mátyás király képében, egyébként Mátyás király igazságos. A Melkiszédek csak hogy visszakapcsolják a Isten kereszt, azt jelenti szó szerint, hogy az igazság királya. Szó szerint ezt jelenti. Mivel fogadta Ábrahám pátriarchát ez a Melkiszédek? Borral és kenyérrel. Hol van még az új szövetség? Innen látszik, hogy egy örök hallásról van szó. Aminek ezek liturgikus kellékei. Milyen kellékekről van szó? Kehelyről. Most beszéltünk róla. Gráv. Miről van szó? Egy olyan kehelyről, amely a vért és a bort elemét is sebegtetik.
utána megisszák. Mi történik puszta szerep? Ugyanezt történik. Ugyanezt történik a római katolikus templomokban, minden misé. Ugyanezt történik. Mert ezek a ős vallásnak a továbbélés járói. Bármennyire el is torzult, azért csak megtartja az ős vallásnak az ember. De van egy direkt, egy közvetlen útja a magyar ős vallásnak. És ezt bizony föl kell most már támasztani, és ezt megint nem én mondom. Szent helyek mondják neki. Eljött annak az ideje, hogy a Kárpát-medence szent helyeit működtessék. És működtetni a Kárpát-medence szent helyeit, akár tetszik ez valakinek, akár nem, nem lehet hinduizmussal. Miért? Mert nem vagyunk hindu. Nem lehet buddhizmussal sem. Miért? Mert nem vagyunk buddhisták. Nem lehet római kereszténységgel sem. Mert a saját vallási hagyományunkkal kell. A magyar ős vallással. Itt az ideje, hogy visszatérje a magyar ős vallás világa. A legtisztább vallás alakulatnak a világa. A legtisztább, a romlatlan. Amelyet oldalágon egyébként a vallástörténet is ismer. Mert oldalágon is van egy leszármazási vonulat ennek a magyar ős vallásnak, ott manik helyzetosnak nevezik. De az csak oldalág. A direkt ágazat túl nemzetségen keresztül a mai napig tart. Ha van bátorságuk fölemelni a szívüket, és hagyni, hogy a lelkiismeret megszólaljon benne, és az ide a szívbe beért tudás akkor, abban a pillanatban működik ez. És mindenki fogja tudni, mit kell tenni. De már holnap reggel, így szoktam mondani. Mert nagyon kevés az idő. Nagyon-nagyon szeretnék a szent helyet, mert ők már megtették a magukét. Tehát itt van a feljut vonulat, ennek persze a földön, ezek ez is sávok. Itt van a nagy égi folyó. Éligérő fának, konferenciás tengerek, szalmásoknak, országoknak, és ki tudja még megnevezni. Ennek a földi megfelelőjének van egy ilyen népi etimológia, el szokták Erradikában mondani, hogy a négy ezüst sáv, ami nem mindig volt négy, vannak olyan ábrázolások, ahol öt sáv van, vannak ábrázolások, kilenc sáv van, tehát ez megint olyan, mint a Szent Koronánál a kereszt. Mekkora szöget zár be az alap, hogy a fenti a Teremtő Isten tábrázoló zománc képnek a síkjával, mekkora szöget zár be. Nem lehet azt mondani, hogy 23,5 fokot, most annyit zár be. De nem volt mindig így. Hát éppen az aranyműves és a Pasz Gábor, hogy mondjam, irányítására folyó kutatások mutatták, hogy az állítható. És bizony vannak olyan ábrázolások régebbi korokból, ahol függőlegesen áll. Tehát nagyon szépen látszik, hogy ez mint egy kulcs úgy működik, ez lehet állítgatni. Az aktuális kozmikus helyzetnek megfelelően. Itt is erről van szó. Ezért nem szabad nagyon pontosítani a címer ábrát elhagyókajban. Mert nagyon szépen látszik a történet folyamán, hogy változott a száma ezeknek a vörös sávoknak és az ezüst sávoknak. Éppen ezért elég annyit tudunk, van egy olyan népi etimológia, magyarázat, hogy Duna Tisza Dráva számát járként, vagy a négy szent folyó. Ebben már is bele lehetnek kötni, mert ugye meg lehetnek kérdezni, hogy hol a Maros? Nem fontos a Maros? Az a folyó nem fontos, ahol a sót úsztatják le Szegedén, Erdélyről? A só nagyon fontos ám, mert a megtartó erőt képviseli, tudjuk az alkintjából. És a Körös hol marad? Hát nem fontos folyó a Körös, amiből ugyancsak Erdélyből úsztatják le az aranyat? Az aranyat? Hát erre már fölcsillan a szabadkönyves eltársak szegés. Aranyat hol marad? Ugye szét kellett lenni a királyságokat, hogy a pénzverés jogát kiszedjék a király kezéből. Na, hát most itt tartunk. Itt tartunk. Ezért kezdték szétverni a királyságokat. Mert bizonyos körök meg akarták szeretni a pénzverésnek a jogát. És meg is szerezték. Hát Amerikában magánkézben volt helyezni. Nyomások. Teljesen mindegy. Most nehezzel foglalkozni, mert szerintem azért a királyt vár rá. Tehát azt látjuk, hogy nem csak a szellemiség szintjén találjuk meg a világunk forrást, hanem megtaláljuk a középső létszinten, a lélek szintjén, és most erre koncentráljuk. Mert eljött az az idő, amikor mindaz, amit gondolunk a világról. Nagyon sokan járnak előadásra. Csak az a baj, a jelenlévő mindig kivétel. Meghallgatja mindenki az előadást, hazamegy, és reggel minden folytatódik úgy, hogy eddig volt. Ha semmi nem menne át a cselekvések szintjére. De most már eljött annak az ideje a lelkesültségére.
legyen a meghatározó. Most a lélek szintjét kell hangolni és erősíteni. És Attila ereje itt is itt van. Itt van? Itt van. Ott folyók vannak? Folyók vannak. Mit jelentek? Attila ellene folyót jelent, hiszen folyóba is jelenti. És itt van a vérségi oldal. Na de hol van a másik oldalon? Ott van Attila. Mielőtt rátérnénk, hogy ott van-e Attila a másik oldalon, megnézzük mindjárt, mi van a másik oldalon, tehát a bal oldalon. Tudnunk kell, hogy ugye a kettős világban, a duális világban ez a férfi oldal, tehát teljesen normális volt, hogy Attilát ott meg fogjuk találni. A bal oldal pedig a női oldal. És ne felejtsük el, hogy van egy örökös királynő ennek a hazának, és ennek a nemzet. Nem csak egy király forrása van Attila és Nimrod, hanem egy örökös királynő. És nem is akárki, mert a legmagasabb szín. Ne felejtsük el, hogy a legmagasabb szín. Szűz Mária boldog asszony. És azt se felejtsük el, hogy éppen kisboldog asszony napján, hogy Szűz Mária születésének az áldott időpontja. Ne felejtsük el, hogy ő a kegyelem forrása. Ha valaki kegyelemért akar folyamodni, akkor Szűz Máriához kell folyamodni. Ha valahol a kegyelem működni fog ebben a világban, ha valahol, akkor itt a kárpáti magyar hazában fog. Most mondhatná valaki, hogy nagy augusztus 20-án mi volt Budapesten? Én erre azt mondom, hát itt a Budapest részem a Magyarország. Bocsánat, hogy ezt említem, részem a Magyarország. Le van várva a kárpáti magyar határa, éli az önálló életet, itt egy rákosdaganat, pontosan. Egyébként semmi más nem történt, Szent István fölemelte az ujját és azt mondta, emberek, ne úgy írjunk egymást. Egyébként meg kik ezek? Egyébként kik ezek? Nemzetközi tűnöző világ. Mert itt tűnünk. Itt tűnünk. Augusztus 17-én rendkívüli nemzetbiztonsági helyzetet vezettek be az országba. Bírói rendelkezés nélkül lehallgathatók a telefonok, fölvonhatók a levelek, eltéríthetők az SMS-ek és duplikálhatók. És a rendőrség felhatalmazást kapott, hogy egy tüntetés erőszakos cselekménye mellett lőjenek a tömeg közé. Ez így van, akár is szokatlan. Miért már? Természetesen nem. Nem arról lesz, hogy ragadjunk fegyvert, véletlenül sem valami. Hanem a szemhelyeket tényleg működtessük. Mert a szemhelyeket csak szeretettel lehet működni. Viszont ha a szemhelyek működnek, akkor csoda fog történni. És ezek maguk tovább fognak akarni. Maguktól, nem kell semmi sem. És egy valamitől irkoznak. A szeretet. Nem is értjük ezt. Hármas halomban, rajta kettős kereszt, és van között egy korona. Ez a hármas halom egy nagyon érdekes képzelet. Ha én azt mondom halom, milyen minőséghez köthető az a duális világban? Férfihez első rendben, vagy a nőhöz? Hát ugye a hölgyek csupa-csupa halmok, ha szabad ezt mondani. Teles-tele vannak halom. Ez a jó, hát a férfi ember ennek. Tehát a női minőséghez köthető. Így volt ez Mezopotámiában is, ahol a hármas halom szerepel ég jelként a szakrális feliratokban, jelentette az országot, jelentette a hegyet, jelentette a gabonát, jelentette az életet, jelentette az áldott állapotot, de mindenek előtt jelentette az országnak, a védelmező istenasszonyának, itt ők Ninurszágnak hívtak. Az ország védelmezője Ninurszág. Az Isten anya. És ez ugyanígy volt Egyiptomban. És ugyanígy van Magyarországon. Mert hány nagy helyünk van? Hogy szokták mondani, meg négyért múlójával, heraldikával. Három nagy hely, a Tátra, Fátra, Mátra. A Tátra, az atyai minőség a Fátra, az ő minőség a Mátra, pedig a minőség. Világos. És ki őrzi ezt? Valóság. A magyarság legszentebb népcsoportja. Ott van a legtöbb Mária kegyhely, ott van a legtöbb látóember, ott van a legvallásosabb rétege a magyar társadalomnak a mai napig. Ott van
vannak az öldöztetős Máriák, és látnak is sor. Nagyon ősidé a balc, mert már az óegyiptomi szöveget is vagyunk. Ott pereszeket megpereszítünk. Az égei tengerszigetet pereszkodhatunk rá. Közel-Kelet területén már palesztínoknak nevezik őket. Palesztínoknak, vagy filiszteusoknak. Honnan kapták a palesztín nevüket? Királyuktól. Hogy hívták ezt a királyt? Ezt nem én találom ki. Ezeket nyugati történészek már nagyon szépen leírják. Úgy hívták, hogy Pilis. Pilis, Pelesz, Palesztín. Ez hívtaság egyik ára. És ott van mellettük, rögtön megjelenik a másik ára. Őket az egyiptomi szövegben szekeleszeknek hívják. Később a rómaiak úgy hívják őket, hogy hát több nevük is van, nevezik őket szikánoknak, és bizony ők Trójával nagyon szoros kapcsolatban van. És bizony a székelyeink előtt egy átfüvek. Maga Szicília is róluk kapta meg. Ezt megint nem így találtam. Egyébként ezért nem engednek minket a saját történelmünkkel szemben. Mert ha szembenézzünk vele, akkor bizony fölébred az öntudatunk. És ha fölébred az öntudatunk, akkor ezt a világot nem lehet tovább fenntartani. Nem lehet. Mert ez a szemétre épül. És az előszakad. Amit nekünk nyugat most, az a szemét. Szemét. Csak olyan csodálatosan be van csomagolva, sokan elhiszik, hogy érték. Ebben úgy zsenyás. A szart becsomagolják már a család. Gyöngyök szlámokat a példát. Csicsás. Na de hol van Attila ez van? Hát bizony, ehhez meg kell idézzük. Azt hiszem, ideig jutottunk el az álmodtartal. Legalábbis én most nagyon remélem, mert én minden részletesen fogok erről beszélni. Meg kell Attilának a mondai hagyományát idézni, abból is a temetkezési mondákat. Nem egy mondáról van szó, hanem mondákról van szó. Az egyik ilyen attilai monda megnevezi Attila élete három legfontosabb állomásának a földrajzi vonatkoztatási pontját. Ez a forrású egy bizonyos révész, hát már a neve gyönyörű révészinkre. Hogy kapta ezt a tudást, nevében viselni. És akkor jön ugye a oknyomozott történész, és honnan veszi ezt? Honnan veszi? Milyen forrás volt? Tessék megmutatni. Egyébként onnan forrásnál tartunk, már Bonfim hivatkozik erre, tehát nem révész híve az első. Az ő könyve 1857-ben jelent meg, és az a címe, hogy Etella kapuszta, Attila hun birodalmának központja. Ezt a címet viseli ez a könyv. Ugyanis ő Attila hun birodalmának a központját Etella kapusztára tette. Ez ma Palmazújvárostól nyugatra található, ez az Etella kapuszta. Mai napig viseli ezt a nevet, meg lehet a térképen keresni. És nem ok nélkül tette ide, rögzítette ide a hun birodalmának központját. Tudom, hogy erről nagy vita zajlik. Hol is volt Attilának a központ? Lápió-Szentmártonban? Szeged környékén? Pilisben? És mindenki számtalan érvet tud az egyik mellett, számtalan cáfolatot a másik ellenében. Teljesen mindegy. Nem ez a fontos. A következőt lehet régész híveinkre olvasni, de még egyszer mondom, ez már Bonfinnek szerepel, mert itt egy ősi hagyománynak a tovább éléséről van szó. Most nem latin formában fogom mondani, mert révész hívőnél latin formában szerepül, hanem magyarra fordítom. Ez a három jelentős pont életén, Attila életnek három jelentős pontja, nyilván a születés alapvetően meghatározó. Egy ember születésének a helye. Nem véletlenül születünk oda, ahová születünk. Ugyanis nekünk ott azokat az erőket kell magunkba szívnunk, és azokat az erőket kell kiteljesítsünk. Ha valaki Kecskeméten él és ide született, akkor a Kecskemét környékén megtapasztalható erőket kell magába szívni.
Engadira 3 földrajzi hely megjelölésben van. Tehát 3 Engadi van a Földön. Ebből 2-t szoktak elmondani. A harmadikat most én elmondom, mert ezt én nagyon büszkék, ezt én találtam. Van egy Engadi új kantonban Svájc, Romai Svájc területen. Ott egyébként új leszármazottak találhatók. Ezt ugye Kiszai professzor járt ennek utána és publikált erről tanulmányt. Van egy a ujgur területen. Ez nagyon fontos terület, a magyar őstörténet szempontjából. Egyébként megint csak Kiszai professzor nevét kell említsem, mert jó volt az első, aki kiutazott, és a magyar ujgur rokonságot, ugye főleg a sárga ujgurokkal a rokonságot, ők egyébként most itt voltak Csíksomjon, és csoda történt. Csoda történt a templomban. Tehát ezt nyilván mindenki tudja, ha meg nem, nem én vagyok erre a hiteles, hogy elmondjam. Hát aki ott volt, én nem voltam ugyanis ott, én csak hallottam, nyilván aki ott voltam a felelősség. És van egy harmadik engadi. És ez a legérdekesebb. Mert a harmadik engadi Szentföldön található. Galileában. Egy kisváros. Hát mindenki döntsen. Ez az első állomás. A második nagyon fontos állomás, ahol nevelkedik az ember. Ahol nevelkedik. Van egy hely, ahol a születnek kell, na de emellé még kapok ennyi erőket is képességet. A környezetben. Attila Zelemérem nevelkedett. Mondja ez az Attila hagyomány. Ezek egyébként mind beszédes nevek, mert én azt mondom Engadi, abban az engedékenység, engedelmesség van benne, aki egy Isten király szerepre predesztinált, annak bizony engedékenynek kell lenni. Milyen irányban? Isten. Természetesen Isten lenne. A legteljesebb engedékenység. Aki zelemére nevelkedik, az tényleg a szellem forrásánál van, mert a zelemér az a szellemér. És a szellemmel való mérés helye. Földrajzilag beazonosítható egyébként, itt van a Kárpát mellett szépen, Debrecen körben lesz. Debrecen és Balmazfőváros között, tehát helyben van. És jön a harmadik állomás, életnek az utolsó állomása, ahol a halál bekövetkezett és eltemetni. A hagyomány azt mondja, Dombegyházan temetik. Hol van Dombegyháza? Délkelet Magyarország. Található éppen azon a területen, ahonnan most jövök. Mert Békés Csabától 59 kilométerre délkeletre található, közben a román határ mellett. Hajdanában Arad vármegyéhez tartozik. És hogyha hitetlenkedünk azzal kapcsolatban, hogy Dombegyházán lehet-e valamilyen attilai működés, akkor ne legyünk ilyen szkeptikusak, mert a 19. században Attila megjelent Dombegyházán egy családnak. Éppen az aradi vásárba mentek, éjszaka indultak, hogy odaérjenek reggelre, mert azért az 60-70 kilométer onnan. Lovaskocsival mentek. És amikor az egyik halom tövébe értek, akkor megbokrosodtak a lovak. Nem tudták, hogy mi történt, már mint a családfő és a többi. Egyszer csak egy fényes alak jelent meg a semmiből, egy szakállas fényes alak, és közölte. Ne ijedjetek meg, én vagyok a Attila nagyfiam. És most megmutatom nektek, hol van eltemetve a hármas koporsó? Hát ugye itt megáll az ész, valaki megmutatja, hogy ő hol van eltemetve. Tehát józan, racionális, okozati gondolkodással ezt föl nem fogható. Ezért kell félretenni az ilyen gondolkodást. Mert hogy ez megtörtént. A valóság nem úgy működik, hogy a balféltekhez szeretnék leskatulászni. Nem úgy működik. De a lelkükre kötötte, nem mondhatják el senkinek, mert abban a pillanatban halálnak halálában halnak. Úgy derült ki ez az egész történet, hogy volt egy mondagyűjtő, fellelkesülő mondagyűjtő akció a századfordulón, ez a 19.-20. századnak a fordulója. Budapesten valaki elhatározta, hogy az országban megtalálható történet a mondákat összegyűjti, és a család egyetlen élő tagja, annyi jelentkezett erre a mondagyűjtő. És elmondta, hogy mi történt.
tárgya szokott megjelenni embereknek. Egyébként van egy új Mária kettőjük itt a Kárpát-medencében. Hát nem Csíksomlyó, mert az Csíksomlyó nagyon régi, és mindenki ismeri. Egy olyan Mária kegyhelyről van szó, ami valamikor már működött. Volt ott Mária jelenés, és újra elkezdett működni. Mária Bocs. Ebben az évben kezdett el működni. És megjelent Szűz Mária. Többen is. 30-as években működött utoljára, és most megint működik. Vajon miért működik meg? Szükség van rá nyilvánvalóan. A Gerecsében található, hogy borba legyen. Éppen ma, éppen ebben az időben szertartás van. És volt nagy boldogasszony napján szertartás, és lesz nyilván minden második napján szertartás. És él még az a néni, aki 1930-as években szem és fültanúja volt az akkori Mária jelenésnek. És elmondják a mostani szemtanúk, akik augusztus 15-én ott voltak, hogy olyan intenzív rózsaillat volt a hegytetőn, ahol nem mű rózsa, a szertartás ideje alatt, hogy döbbenetes. És hogy mit lehet látni a videófelvételen, meg a fényképeken, azt már el sem merem mondani. Egyrészt, mert én még személyesen nem láttam, és a elbeszéléstől tudom, de hamarosan látni fogom. Másrészt, meg tényleg ki sem merem mondani. Újra működik a Mária kegyhely. És azt is mondta valaki, hogy ugyanolyan értékű kegyhely lesz, mint megcsoport. Ugyanolyan értékű. Néhány éven belül. Vagy lehet, hogy egy éven belül. Vagy lehet, hogy fél éven belül. Nagyon fontos. Hatalmas változás történik most a Földön. Aki egy kicsit érzékeny, pontosan érzékel, állandóan növelik a Földnek a rezgését. Idegen szól a frekvencia. Hát nézzék meg ezt az időjárást. Többen ez a kérdező. Az embernek különként kiesik a szíve. Olyan, mintha nagyon magas vérnyomásban szenvedne. Nem kap levegőt, szédül, nem tudja, mi van vele. Semmi baj nincsen. Növelik a Föld frekvenciáját. Aki tud vele menni, vagyis a saját frekvenciáját növelni tudja, annak kettője van. Aki nem tud vele menni, tehát nem tudja növelni a frekvenciáját, az fog bajba kerülni. Na most. Aki magas szellemiség, annak magas frekvenciájú rezgése vagy alacsony? Természetesen magas. Aki teljesen bele van sülvedve az anyagban, vagyis csak tömegszerűen tud viselkedni. Tömegszerűen tud is ismerős? Tömegszerűen. Nagyvárosi ember. Hát nincs egyénisége. Nincs személyisége. Tömeg. Massza. Alaptalan és formában. Csak azért erre vigyázni kéne. Mert a hagyomány nagyon pontosan fogalmaz. Egyetlen egy olyan létező van a világban, amelynek nincsen személyisége. Ezért mit csinál? Hogy formát nyerjen, belebújik mások személyiségébe. Mert ő neki csak alakja van. Úgy hívják, hogy sátán. Aki a tömeghez tartozik, az a sátán követ. Ilyen egyszerű. A sátánhoz tartozik. Mert a személyesség véd meg minket a sátántól. A személyesség forrása pedig a szeretet. Akkor tudunk személyesek lenni, ha szeretjük azt, akit megszólítunk. Nem így van. És azért nézzük meg, hogy ma sajnos a vallás is személytelen van. Személytelen utakat kínál, személytelen emberek. De hát a baj ott kezdődik, hogy az egész modern individualista pszichológia összekeverte a személyiséget a személyességgel. Azt hiszem, hogy már ezt is mondtam, hogy bele sem megyek. Attila temetkezésére szeretnék akkor néhány gondolat, nem is olyan kevés gondolatot mondani. Két, alapvetően két temetési mondája, mondatikusa van Attilának. És én most már innentől fogva jogatni fogok, mert ezek azért nagyon fontos összefüggésekre derítenek. Hova szeretnék jobban a táblára, mert látom, van itt tréta is, meg táblára. Fogtak rajtam, mert én ezt jobban szeretem, akkor a táblára. Nem, akkor a táblára fogok jönni.
Az egyik a folyóba való temetésnek a motívumát bontja ki. Tehát ide, az egyik típusa a mondjáknak ide tartjuk. Tehát folyóba történik Attilának a temetése. És megkérdezhetni valaki, miért a temetkezéssel kezdünk. Azért kezdünk a temetkezéssel, mert ha mi az Attilaság továbbélésére vagyunk kíváncsiak, milyen módon él tovább, és mit üzen nekünk Attila, akkor nem elsőrendűen az élete eseményeit kell faggatnunk, hanem az élete után állapotát kell megfaggassuk. Tehát a temetkezéssel indítjuk a történetet. Mindenki ismeri ezt a mondát, Gárdonyi Géza, Móra Ferenc és a többiek népszerűsítették eleget. Adva van egy folyó. Már itt azért meg kell álljunk. Mert folyó most már, mint nagyon jól tudjuk, akik Bargáboron, Szántai Lajoson, Majlár Józsefen és a többiekkel neveltek. Folyó kettő van, ez most már innentől fogva minden magyar embernek kötelező tudni. Azonnal. Folyó van a földi folyó, és van az égi. Egyébként ez nem csak a mi hagyományunkban, minden ős hagyományban így van. Indiában van az égi Ganges, meg van a földi Ganges. Ugyanez megtalálható. Mert csak akkor van értelme a földi Gangesnek, ha van égi Ganges. Tehát van egy égi folyó és van egy föld. Már meg lehetne kérdezni, hova temetik Attilát? Hova temetik Attilát? Hát egy földi folyóban is rögtön egy égi folyó. Tehát a temetés úgy történik, hogy azonnal két irányba történik. Két irányba ágazik a temetés. Megjelenik egy szellemi út és megjelenik egy földi út. És akkor működik jó a dolog, ha kettő megfelelésben van. Fedésben van. Igen, ám de mit csinálnak a folyóban való temetést? Eltereljük a folyót, beletemetik az így szárazon maradt medelbe Attilát egy hármas koporsóba téve, majd visszaterelik a folyót. Két olyan mozzanatot mondtam most ki, amely rendkívül beszéles, ezért tovább kell elemezni. Kezdjük az egyszerűbben. Nézzük, mit jelent a hármas koporsó. Mit kell tudni a hármas koporsó? Azt, ezek egymásban vannak skatujázva. Van egy vas koporsó, ez a legnagyobb és a legkülső. Van egy középső ezüst koporsó, és van egy középső arany koporsó. Itt a jó érzésű történész régész már kiabál, bekiabál az előadásba. A hunok soha nem temetkeztek hármas koporsóban. Tényleg? Hát azért van egy olyan régészi történészünk, aki írt egy hatalmas monográfiát Attiláról. És ő nagyon szépen leírja. Forrásokra támadja, hogy bizony a hunok temetkeztek. Ilyen módon folyóba, hármas koporsó. A fejedelmeket és a királyokat lefedik. Mit jelent az, hogy vas koporsó? Egyébként csak gyorsan, mellékesen jegyzem meg, hármas koporsó ismer még a művelődés történet, nem csak a magyar műveltség köréből. Nagyon jól tudták, igen. Egyiptomból, ami egyébként a magyar műveltség elég szoros kapcsolatban van, mint látható, után Kánonnak a hármas koporsóját, hogy nem egészen egyezik az anyagi minőség, viszont egy érdekes elemre fölfigyelhetünk, a legbelső koporsó ott is aranyból van, és után Kánonnak a legfiatalabb arca, az gyakorlatilag ott jelenik meg. Tehát amikor bontogatjuk ki a koporsókat, akkor milyen irányban haladunk az időben? Visszafelé, illetve a fiatalság. Most a hölgyek nagyon figyeljenek. Hármas koporsó kell, nem avon kozmetikus. Mert milyen irányban haladunk? Az örök fiatalság irányában. Most a hármas az minek a száma? Ha nem tudnánk. Jézus Krisztus óta. Péntek, szombat, vasárnap. Nagy péntek, nagy szombat. Feltámadásnak a száma. Egyébként ezért a család száma. Mert az ember hol tud föltámadni testi szinten? Ha még nem gyakorolja az üttörténeti utat, és az örök test megvalósításában még nem tökéletes. Hol tud? A családban. Mert a gyermekeiben tovább él és föltámad. Ezért minden nemzetnek, minden emberi közösségnek a család az alapja. A család biztosítja itt a Földön azt az utat, amit az égben az egy történet biztosít. Mert a család az a Szent Háromságnak a tükörképe a Földön. Mert a Szent Háromság
nyilvánosság igenis úgy néz ki, megint akár tetszik ez, akár nem valakinek, hogy fényatya, fényfia, fényszüze, ott van a női minőség. Ennek a földön az édesanyja felel meg. A királyból asszonyát vált a menyegző csodálatos, csodálatos liturgiájában. És hány napig tart egyébként a menyegző? 3 napig. Ezekre azért nagyon oda kell. Na de vissza Attilához. Ha én azt mondom, vaskoporsó, és nem csak itt a földön akarok tájékozódni, hanem azonnal a szellemi szintnek megfelelő égi világban, akkor mit tudok a vasról mondani? Tudok valamit a vasról mondani? Bizony tudok. Egy bolygó minőséget tudok. Melyik ez a bolygó minőség? A Mars. Attilának van kapcsolata a Marssal? Ez egy ronda latin név, ugye Mars. Mert ezt a római mitológiából lehetjük átadni a bolygónak a nevét. Amit nem az arabból kaptunk, azért figyeljünk oda, hogy tanítják nekünk a csillagászatot, meg a csillagmitológiát. Általában a csillagoknak arab neve van, a csillagképeknek görög-római neve van, és a bolygóknak is görög-római. Nehogy véletlenül magyarul megszólal. És ha nincs toroszkai világ, akkor meg sem szólal. Hadvezetőnek hívják a magyar csillag. Van Attilának közül a hadvezető? Hát bizony van. Ráadásul van egy olyan folyónk, ami szépen rémel ennek a bolygónak a nevére. Mert én a Marsot magyarul akarok megszólaltatni, azt mondom, hogy Maros. Maros. Tehát akár földrajzilag is utalkodhatok már. Én nem azt mondom, hogy a Maros terelték el, és a Marosnak temették, de azért földjön erre a figyel. Ha én azt mondom, hogy ez is koporsó, akkor megint egy bolygó különséget kapok, a hold is azt mondta, hogy koporsó. Na, ezek bolygó minőségek, aminek jelen elsőrendben időjelző szerepük van. Mert nem állnak az égbolton, hanem mit csinálnak? Bújdosnak, ahogy a lépnek nevezték. Az időt jelzi. Az időnek a miért jelzi. Nem azt, amit az óra, azt is jelzik egyébként, hanem az időnek a minőségét jelzi. Tegnap kis boldog asszony áldott ünnepnapja előtt estén ott fogadkozás volt. Most tessék olvasni az égbolton. Mert ez egy nyitott könyv. Hát hányszor mondják nekünk a jelenések könyvében, hogy nyitott könyv, nyitott könyv, nyitott könyv. Még az Ószövetségben is mondják egy Dániel prófét, nyitott könyv, nyitott könyv, nyitott könyv. Akkor mindenki csak az Akasa krónikát volt, ugye? Ne vagyunk feltözve, ez ott egy Akasa krónika. Az is persze. Ott van a nyitott könyv. Mert mit mond a jelenések könyve? És jelek lesznek az égen. Na de ha nem tudunk olvasni belőle, nem fogjuk észrevenni. Kinek szólnak ezek a jelenek? Egy holdfogyatkozás a vízöntő jegyében, kis boldogasszony napja előtt estén, hát azért ez bocsánatot kérek, de nagy felhívás. És akkor decemberben, 8-án, Immaculata Concepció, magyarul szeplőtelen fogantatás ünnepnapja. Összekerül öt bolygó. Nem akármilyen bolygó, figyeljünk csak. Jupiter, Saturnus, Merkur, Vénusz, Nap. Kezd valakinek leesni? Ezek a bolygók hol szerepeltek így együtt? Hol szerepeltek így együtt? Akkor a halak csillagképben. Akkor a halak csillagképben. Jézus Krisztus szerint. Hát innen tudta Kepler visszavezetni, hogy körülbelül mikor volt ez a krisztusi születés, ugye? Hát ez a nagy poén, hogy Krisztus mikor született? Krisztus előtt évben. Fantasztikus. Tehát Krisztus előtt évben született. Na, így van a tudományosság paradoxonja. Csak hogy most nem a halakban leszel a bolygányításnál, hol? Most fogod körülni meg a nyilatban. Miért érdekes a nyilat? Mert van egy nemzet Európában, amely kizárólagosan ezt a minőséget képvisel. Hogy hívják? Magyar. Itt lehet ebből tudni minimum. Hol az azt a nagy változások előtt áll? És ez hatodikként a hold is csatlakozni fog. És rajtunk múlik, hogy ezek a változások milyenek lesznek. Örülni fogunk ennek, mert pozitív változások lesznek, vagy nem fogunk ennek örülni, mert negatív változások lesznek. Higgyék el, hogy csak rajtunk múlik. Csak egy nagyon fontos figyelmeztetés azért érkezett. Ezt lehet, hogy már nagyon nagy baj vagyok, mert nem emlékszem, mit mondtam. Elnézést kérek, hogy az a figyelmeztetés érkezett, hogy 2008-ig befolyásolhatjuk még szabadon az esemény.
És ha nem tesszük meg 2008. decemberig, akkor sajnos csak nézők leszünk, mint itt a szomszéd épület lakatlan és a színház. Csak nézők leszünk, és tőlünk függetlenül fognak a semmit. De ezek nem lesznek vidám események. Ha valaki részletesen kíván tájékozódni az események menetéről, olvass el mondjuk a Jótengeri című könyvnek a függelékét. Mert nagyjából az a forgatókönyv áll. Nagyjából az. Milyen könyv? Jótengeri. Ismeretlen, ugye nekünk ez az Isten név, pedig a középkori sámán inkvizícióban nagyon gyakran emlegetik. Fejér Mátyás Jenő megírt ezt a csodálatos könyvet, egy domonkos rendű szerzetes, pap szerzetes volt. Összegyűjtötte a középkori sámán jegyzőkönyveket egy kassai kódexből, szépen publikálta. Ott lépten nyomon előfordul a Jótengeri. Úgy hívták az Isten. Középkori tátosok. Hogy Jótengeri. És ennek van egy függeléke, 47-ben, Rába közben még élő táltosok kapták Jótengeritől gyakorlatilag azt, hogy mi fog történni Magyarországon. És ez szépen verses formában van. Többenetes, amit mondom. Ugye valaki olvasta, tudja, hogy miről beszélek. Többenetes. Eddig minden pontosan úgy történt. Ami nagyon szomorú, mert azt jelenti, hogy még egyenlőtt semmit nem tettünk el. És 2008 végén lezárul a lehetőség. Számoljunk közösen, nem azért, mert én most ilyen elmegyógyintézeti szinten akarom produkálni magamat, de ugye 2006-ban vagyunk most, szeptembernek lassan a közepén. Jön 2007 és jön 2008. Ez két év. Tehát azért nincs olyan nagyon-nagyon sok idő. És mit kell tenni? Nem azért, mert nekem ez a fixa ideám, hogy állandóan ezen lovagolni, de bizony a szent helyeket végre működtetni kellene. Hát egy egészséges nemzet itt kezdi a szellemi megvalósítást. Mert ugye nagyon nagy baj egy vallásban az, ha tudunk elszállni. Vannak nagy széles szárnyaink. Tudunk elszállni, fantasztikusan tudunk révülni. És aztán a többieket meg jól itt hagyja. És a Földdel nem foglalkozunk. Majd a Föld szépen elpisztul. Az a lényeg, hogy én elérjem a megvilágosodást. Most ez így nem működik. Mert nekünk ezt a világot, mivel mi taszítottuk le ide, ahol van, vissza kell vinni oda, ahonnan letaszítottuk. Egyébként ez a fény felszabadításnak az üzenete. Pontosan egy. Az anyagban szenvedő fényrészecskéket visszatok oda, ahonnan jöttek. Nem magunkkal kell törni. Az a vallás, ami azt mondja, hogy foglalkozz magaddal, te saját üdvösségeddel, az nem vallás. Ez egy egocentrikus tanítás. Valamilyen ezoterikus, illatős egocentrikus tanítás. Mert nincs, ilyen értelemben nincs egyéni üdvözlés. Vagy mindannyian üdvözlés, vagy megérte a fenn az egészet. De tényleg, mert visszajönni nehéz. Mert aki már volt odafönt, az tudja, hogy gyönyörű. És csodálatos. Na de akkor kezdődik az igazi munka. Amit ott megtapasztaltam, azt ide kell hozni. És emelni a többieket, önzetlenül. Emelgetni, mint a kis fiókákat. Hát ezért van az, hogy Krisztus a gyermekeket emelte magához elsődlegesen, és engedte magához. Pontosan úgy kell az emberiséggel tenni, és ez a mi nemzetünk feladata. Nekünk kell fölemelni a többieket. És ez csak akkor lehet, ha mindenki szívéből a végtelen szeretet árad. És nem a gyűlölködés, és nem a kétségek, és nem a félelem. A félelmet azért tartják fönn a világban, hogy ne szeressük egymást. Erre egy iparág épül. A hollywoodi filmgyártás és a média. Azért tartják fönn, hogy a félelmet fönn tudják tartani. Mert addig senki nem fog szeretni. Nem fogja a másikat szeretni. És ugyanezt csinálja a politika. Hozd meg és hozd. Milyen régi, közhely már. Hozd meg és uralkodj. Ez a fél narancsárga, ez a fél piros. Ugrasszuk egymásnak. És eljátsszák a színjátékot. És hányan beugranak. És négy évenként így forgatja egy jó szabad kőműves továris a kezét, tényleg az egyik keze sárga, a másik piros, és mennek az emberek szavazni, és játsszák ezt az egész őrületet. Ezt az egész színjátékot. Az egyik fél gyűlöl a másikat, másik fél gyűlöl az egyiket, és senki nem szeret. Ez a lényeg, senki nem szeret. És körülbelül az ország süllyed lefelé. Megtörtént. Tényleg csak a szent korona. Tényleg csak. Na most még egy módon oldja, nem, bocsánat, Attilához vissza.
visszatérve, ha szünetet kívánna, szóljanak. Most megittem egy dupla kávét, vagy micsodát kaptam itt előadás előtt, és azt hiszem, hogy most már érzem, nagyon érzem most már. Hát ezek bolygóműcsök, időt jelölnek. Most ha ezek időt jelölnek, de egymásban van skatujázva a három minőség, mi a feladat? Keresünk el egy időpontot, ahol a három minőség együtt van. És ilyen csak egy van. Az esztendő körben csak egy van. Mert van egy olyan hónap, ahol a nap előben van egy olyan hónap, ahol a Mars otthon van, és ebben a hónapban van egy olyan ünnep, amelyhez meg kell várni, hogy kiteljesedjék, vagyis telikont legyen, és holdott el. Ez húsvér. Feltámadás ünnep. Tehát akit ilyen hármas koporsóba temetnek, el lehet írni a végrendeleteket, hogy föl fog támadni. Most ez nem azt jelenti, hogy automatikusan föl fog támadni. Csináltatunk ilyen hármas koporsót, beletemetkezünk mondjuk a Tiszába, itt a Tiszakúti hinnál, és akkor biztos, hogy föl fog támadni. Most nézzük, mit jelent a folyóban való temetés. Hát a folyóvíz az mindenek előtt, képírásban, képes beszédben, minek a jelképe. Nem lépünk kétszer ugyanabban a folyóban, és bárcsúlásban, még pontosabban az időnek. Tehát nagyon érdekes helyzet adódik, mert ha közvetlenül visszaolvassuk ezt a képi üzenetet, akkor azt kell mondjuk, Attilát az időbe temetik bele. Az időbe. Mégpedig milyen időbe? Mit csinálnak a folyóban? Elterelik. Elterelt időbe. És aztán mit csinálnak a folyóval, mikor a mederbe beletemették? Visszaterelik. Tehát Attila halála után egyszerre lesz egy visszaterelt időben, és egyszerre lesz egy elterelt időben. Mit jelent az, hogy visszaterelt idő, és mit jelent az, hogy elterelt idő? Nagyon fontos. Most megkérdezhetném valaki, hogy mit boncolgatjuk ezt. Azért boncolgatjuk ezt, mert láthattuk, hogy alapvetően két szellemi minőség határozza meg a Kárpát-medence működését. Szűz Mária boldogasszony szellemisége, és Attila szellemisége. Tehát ki kell fejtsük, hogy milyen módon. Szűz Mária boldogasszony szellemiségének működése egy könnyebben megtapasztalható és közismerte megnyilvánulás, mert minden Mária kegyhelyen csodálatosan lehet látni, hogy működik Szűz Mária. Az Attilaság az, amit boncolgatni kell, mert ez nem annyira közismert. Tehát visszatérve a temetéshez. Mit jelent az, hogy elterelt idő, és mit jelent az, hogy visszaterelt idő? Vagy másképpen mondva, mederben folyó idő, medrébe terelt idő. Kezdjük a medrébe terelt idő. Mikor mondjuk azt, hogy medrében folyik az idő? Normális kerékvágásában zajlanak a dolgok. Ezt hogy hívjuk? Milyen időnek? Hát ez a hétköznapok történelem menetének ideje. Ez a mi időnk. A mi idő. Gyönyörű ez a, nem az én okosságom, egy hangos bilányú filozófus fejlődik. Ez gyönyörű egyébként tényleg, hogy a történelem az a tört, én, elem. Tehát ez a történet idő. Amikor történet vagyunk, akkor van történet idő, és amikor elérik a teljességet, akkor már nincs történet idő. Akkor kap szerepet ez az elterelt idő. Ezt nevezi a hagyomány üttörténet időnek. Azért hívja üttörténet időnek, mert ez egyrészt egy láthatatlan történet idő, ugyanakkor ez tartja a történet időt, és ezt tesz értelmesé. A hagyományban, ha én a legegyszerűbb képírással ábrázolni akarom a történet időt, akkor visszéges vonalat húzom. Ez az időskála. A régészetben is így elképezi, történelemtudományban is így. Hogyan kell lerajzoljam az üttörténet időt? Vagyis az elterelt időt. Persze ez leegyszerűsítés, mert mindenki nagyon jól tudja, aki egy kicsit magasabb szinten tájékozódik, hogy ez rendelkezik ilyen lineáris, vagyis egyenes menetű sajátossággal, de ugyanakkor ciklikus, vagyis görtelen összefüggéssel. Hiszen tavasz, nyár, ősz, tél után nem valami egészen új dolog, hanem megint tavasz. Bár francia forradalom szabad könyves idejében szerették volna, hogyha új hónapneveket vezetnek, a Termidortól kezdve, nem tudom, nem csak ők a bolsevikok, egyik regnyilású társaság, ők is új hónapneveket szerettek volna bevezetni. Nem volt jó nekik a Gergelynak már, nem volt jó, és ezek a latin-római nevek. Tehát, hol van egy történeti idő? Nagyon egyszerű. Hát ez egy horizontális hierarchia, ugye szokták mondani. Az pedig egy vertikális hierarchia. Történeti idő,
üttörténetét. Az üttörténeti idő tartja a történeti időt. Hol? Az üttörténeti idő belép a történeti időbe. Őt hívjuk Jézus. Ez a mi értelme a kereszt. Az egyik mi értelme. Ez egy mi értelme. És Attila mind a két időben van. Mert akitől azt várjuk, hogy visszajöjjön és segítsen, Csaba királyi képében, annak mind a két időben egyszer ott kell. Mert különben nem tud visszajönni. És hol fog visszajönni? De ez az emberben hol van? Kérdezem nap tisztelettel. Egyébként ez a bárka. Megint csak az őskori képes beszéde. Ez a bárka, amely egyik közönvízből átkozott a másikba. Nem értem. Na nem, jó. Szóval ez a bárka. De ha én azt mondom, medrébe terelt idő, és mondjuk fölírnám ezt, hogy medre, és ezt a D hangzót egy kicsit lágyítanám. Magyar időben. Hova temették Attila? Magyar történet időben. A medrébe terelt idő az a magyar történet. És megjelenik ott? Megjelenik. Ugyanúgy, ahogy eltemették. Folyóként. Álmos. Hogyan születik Álmos? Emes árnyékából egy égi folyam indul el. Ez ugyanaz a folyó, amit Attila temették. És kit nőnek ki belőle? Turul nemzetség királya. És a Turul kinek volt jelképe? Természetesen a tényleg. Asztúr féle madár, mondják a korunk. Asztúr féle madár. Vagy más néven tudom. De ha én azt mondom, visszafele terelt idő, akkor nem csak azt mondjuk, hogy visszatereltem az időt a medrébe, hanem azt mondjuk, hogy visszafele terelem az időt. Vagyis a múlt irányába terelem az időt. Vagyis ha én az Attilaságot be akarom fogadni, és meg akarom ismerni a jelenben, hova kell nézzek? A múltba. Ezt tudják az ellenségek. A jelen kibontására az a múlt ismeretére van szükség. Ezért kell pusztítani. Na de én, ha a múlt fele nézek, és az Attilaságot keresem a múltban, kit fogok meglátni? Nimrod. Az első és örök király. A földkerekség első királya. Aki honnan kapott koronát? Az angyalok útján. Mert az angyalok hozták áldott fejére ezt a fénykoronát. A szilvánban, a kincses barlangban. És hány ilyen angyali korona van a művelődés történetben? Egyetlen ez a magyar szinten. Nem lehet félrebeszélni. Nem lehet félrebeszélni. És Nimrod példázata a üttörténeti tanításban minek a példázata? Lehet tudni Egyiptomból, lehet tudni Mezopotámiából, és lehet tudni mindenek előtt a magyar katonát. A feltámadott örök teste, a csillagok között található teste, ahol az ősök vannak. Mert az igazi magyar ősvallás mindig az ősökön keresztül társadal a teremtőben. Az ősök köre nem hagyható ki. Az ősöket be kell fogadni a szívbe, és rajtuk keresztül kell szólni a teremtő Istenhez. És hol vannak az ősök? A tejút folyamban vannak. Ez a csillagsereges sokasága, ahonnan minket néznek, és várják, hogy megszólítsuk őket. És ki ezen csillagseregeknek az ura? Csaba király. Semmi más dolgozni. Ki kell nyitni a kis kaput, az ősüket be kell fogadni. De ehhez az ősüket ismerni kell. És az ősöket tisztelni kell. Aki az őseit nem tiszteli, az nem magyar. Az nem magyar. Az akármilyen más vallásnak lehet csodálatos képviselője, de a magyar ős vallásnak nem az biztos. Milyen egyszerű. Meg kell kérdezni valakit, hogy állsz barátom Attilával. Ha elkezd kanyarogni, kész. Nincs közös kép. Na de van egy másik temetési mondat. Itt ne felejtsük el, folyóba történt a temetés. Ez víz. Ezt írom az egyik oldalra. A vizes közegben történt a temetés. Itt van a víz, látom, csak ismétek. Itt van a folyó, itt hullámzik. Ott van a víz tulajdonság. Ott van a víz tulajdonság. Na most nézzük a másik temetési mondat. Ez gyönyörűséges a másik temetés. Dombegyházi temetés. Mondja egyébként véletlenül. Arad környéki, Arad végi mondák, így gyűjtötték őket össze, így publikálták, így jelent meg.
Az aladéri mondák körében találjuk ezt a dombegyházi temetésében. Következőképpen van. Nem meséltem, ugye? Következőképpen van. Meghal Attila fiam. Fölrahat a lozzák. Hármas fokos, vagy itt is megjelent a hármas fokos motivum, ez egy nagyon fontos. És várják a táltosok azt, a parancsot, ami a teremtőtől érkezik, hogy hogyan temessék el Attila. Közben elindul a temetési menet. És megy az egész országon keresztül. Ez megint képes. Gyönyörű képes beszél. A magyar Szent Korona. A Szent Koronával kapcsolatban jelzik, hogy végig megy az ország, és mindenhol megáll a munka, mindenhol zúgnak a harangok, az emberek leveszik a kalapjukat. És ugyanez van megfogalmazva Attilával kapcsolatban. Tehát látszik, hogy a királyság, az örök királyság mennyire szorosan összefügg a forrással magával Attilával. És egyszer csak megérkezik a parancs, így szól. A birodalom földjeiben temessétek, de úgy, hogy egyetlen ásóvágás sem történt. Már meg kell állni. Mert a magyar néphagyomány számon tart egyetlen egy olyan napot, az esztendőkörös változás rendben, amikor tilos ásóval bolygatni a földre. Egyetlen egy ásóvágás se történjen, mondja a mondat. Nyilván azért, mert tilalom van erre a napra. Melyik nap ez? Egészen döbbenetes, mert ugyanoda jutunk, ahol az előbb Ármas Koporsó mentékos. Nagy mit? Ugyanis nagypénteken maga a világ királya és megváltója, Isten áldott fia fekszik a földben, ezért tilos bolygatni ásóval. Tehát ez a temetés bizony megint a képes üzenetek nyelvét, nagypénteken történt, lehet tudni a végső fejletet. Föl fog támadni, akit temetnek. Mert aki itt lép be, az föl fog támadni. Mert ő ezen a szinten van. Bátran mondjuk ki, Attila ezen a szinten van, Jézus Krisztus szintjén van, és ez nem szentségtörés. Jézus Krisztus kicsoda, Isten fia, Attila kicsoda, Isten ostora. Érezzük, hogy ez szint. Csak ez a jobb oldal, az a bal oldal, ez a jobb kéz, az a bal kéz. Az egyik a jót mondja, a másik visszamenci a rosszat. Egy család apa nem így működik. Lehet csak állandóan a jót adni a gyereknek? Most őszintén. Gyakorló csapatban. Lehet, de meg kell nézni, milyen lesz a gyerek. Elkényeztetett Mikhail. Bizony-bizony időnként vissza kell metszenni hozzá. Az ő érdekében. Nem azért, hogy kinyugtassuk az előket. Az ő érdekében. Hogy emberré váljék. Normális magyar ember. Csak hát ugye jön a liberalizmus. Hát tisztelni kell, nem szabad, hogy csodatlan erőszak a családban. Be kell zárni ezeket a családokat. Meglegyintett a gyermeket, adott neki egy pofon. Az elmúlt 45 éve mit mondtak? Mogoreg új pofon, szükség van ez. Elképesztő, hogy fűjjenek minket. Elképesztő. No. Tartnám Engadin, ha már volt róla szó. Itt van az Engedi Engadi. Bocsánat, én azt mondom, hogy nem Galilea területén van nyugat. Igen, ezt most akkor pontosítom. Nyelvbordás volt. Itt látható. Tehát van egy a Szentföldön is. Folytatva a másik temetési mondát, ott tartottunk, hogy hát a birodalom földjébe kell eltemetni, de egyetlen egy ásóvágás sem történhet. Na hát ez szavakkal lesz kép a táltosoknak, mert hogyan temessék úgy el Attilát, hogy nem ásnak semmit, és mégis a birodalom földjébe temetik. Már Aradnál tartott a temetési menet. Arad megint beszédes név, hát nem nehéz érzékelni, hogy az áradás van benne ebben a névben. Ez pedig visszakapcsolhat minket a Turul nemzetségnek a születéséhez, mert bizony az áradás a folyóval hozható kapcsolatban, a jégi folyam árad Temese ágyékából, ebből születik Álmos, és rögtön Álmos után Árpád neve is hordozza az áradást. Árpád neve voltaképpen egy összevonásként is visszaolvasható, az áradás-apadás összeolvasásaként is.
Tehát ugyanez a hullámszerű, folyószerű megnyilvánulás érhető tetten az ő nevében, nem csak a nevében természetesen, hanem az úgy történeti feladatában is. Tehát aki ebből a folyóból kell életre, és jön vissza a földi pályafutásra, mind-mind hordozni fogja ezt a hullámtermészetet, ezt a hullámtermészetű sajátosságot. Elérnek tehát Arad határába, és mit vesznek észre? Azt veszik észre, hogy a halmok egy vonalban emelkednek. Most a halomnál egy pillanatra meg kell álljunk, de inkább befejezem magát a mondást. Oda lépnek az első ilyen halomhoz. Egy vasajtót találnak rajta, kinyitják a vasajtót, és egy kikövezett folyosó van a halmok alatt. Rögtön tudják, hogyan kell Attilát eltemetni, hogy a birodalom földjébe temessék, és mégse történjen át sovágás. A szolgák fölveszik a vállukra a hármas koporsót, leviszik a kikövezett folyosóba, rájuk csukják a vasajtót, és azóta is ott hordozzák föl és alá. Tehát földbe történik a temetés, mégpedig halmokba. Ha visszaemlékeznek az előző előadásra, a halmokat már megidézik. Mert a halmok itt a Kárpát-medencében is és máskor is eredendően a szent helyei. Mit írnak le a szkítákkal, őseinkkel kapcsolatban? Hol vannak a szent helyei? Mivel a teremtett világ maga is templom, mégpedig a legelsődlegesebb templom. Mert ki hozta létre? Maga a Teremtő Isten. Maga a Teremtő Isten templom a természet. Ez ugye a nyugati kereszténységben elég a ferenceseknél tovább ez a gondolat. Ők tisztelik ilyen módon a természetet. Nem véletlen, hogy a ferencesek őrzik a Mária kegyhelyeket itt a Kárpát-medencében, és egyáltalán nem véletlen. A szkíták szent helyei pedig magaslatok és halmok voltak. Ezeknek a tetején mutattak be áldozatot a magasságos Istennek, a Napistennek, a Holdistennek, és lehetne sorolni. Isten csillagvárában. Mit jelent a halom? Azért érdemes egy picit kibontani a szimbolikáját. Tehát nagyon-nagyon szép szimbolikája van. És hát szerepel ugye egy hármas halomként a címerben. Már lehet érzékelni egyébként. A három halom egymás után az micsoda? Sorba vannak a halmok. Tehát hova temetik Attilát? Nem csak folyóba temetik, hanem halom sorba temetik. Mind a két oldalon ott lesz Attila forrásként. Látható. Nem csak a jobb oldalon, hanem bizony a bal oldalon is. Hogy ennek mi az üzenete, mindjárt látni fogjuk, de a halomról néhány szót. Miért temetkeznek vajon halomban? Miért olyan fontos ez a halom? Hát ez azt kell tudni, hogy a Föld az minden ősi hagyományban nőnemű. Mégpedig egyszerre szűz, mondjuk szűz Földnek, micsodán, a műveletlen Földnek. És egyszerre anya, mert ontja a terméseit, és táplálja az emberiséget, mint a jó anya a gyermekét. És megszűri is a gyermekét. Hol? Ott, ahol, mint az anya, áldott állatokba kerülve kihasasodik. Ez a halom jelentés. Ahol halom van, ott a Föld anya áldott állapotban van. És ahol áldott állapotban van, ott közvetlen összeköttetésben van a Teremtővel. Tehát hol lehet az Istennek bemutatni az áldozatot? Ottól közvetlenül kapcsolatban vagyunk a Teremtővel. És hol lehet újjászületni, és hol lehet egyúttal megszületni is? Ott, ahol közvetlen kapcsolatban vagyunk a Teremtővel, ahol a Föld anya áldott állapotban van. Ezért hol fogják temetni a halottat? Hol várják az újjászületést? Természetesen a Föld méhében, a kihasasodás alatt. A kihasasodás alatt. A nyelvi út is nagyon érdekes. Egyébként nem csak áldozatot mutattak itt be, ezek a halmok, ezek több szerepűek voltak. Nagyon jó voltak a területek őrzésére, hírláncelemeként tűzjeleket lehetett adni. És hát temetkezési helyként is szolgáltak. Igen ám, de nyelvi úton is lehet vezetni a halomnak a szimbolikáját. Fölírom ezt a szót, hogy halom. Tudjuk, hogy a magyar nyelv gyökökre épül. Sőt, a legtöbb gyököt tartalmazza. Ennek a szónak itt van a gyöke.
ez már nagyon sok mindent megidéz. Melyik vallás alakulatnak a jelképe? Fogzódik ettől a jelképtől ez a vallás alakulat, a kereszténység. Maga Jézus Krisztus melyik precessziós világhónapot nyitja meg a földi küldetését? A halak világhónapot. Az áldozat meghozatalának a világhónapját. Igen ám, de ez a gyök építi föl a halálszavunkat is. Miről beszéltünk? Áldozathozatalról. Milyen áldozathozatalról? A legmagasabb szintű, az életemet adom oda másokért. Aki a halmok útján jár, az a halál útján jár. Igen ám, de én megdupláztatom az elhangot. Megtettem a magyar nyelv törvények szerint minden további nyelv. Körbejárjuk ugyanannak a gyöknek, a kiragozásai útján, a teljes jelentést tartományán. Akkor mit írok ide? Hallom. Miért fontos ez? Mit hallunk? Hát először is mit lehet hallani, ugye? Most már magánhangzókat is cserélhetek. A hullámot lehet hallani. A hanghullámot. Mivel? Füllel. Mit mond a jelenések könyve folyton folyván? Akinek füle van, az hallja. Fontos a hallás. Tudjuk, hogy a legfontosabb. Amikor mi a szentséggel kapcsolatba kerülünk, legmagasabb szinten. Mi az, ami először történt? Melyik megtapasztalás? A hallás, mert először a hangot hallom, és csak utána fogom a képet látni. A kép már a testetöltés irányába egy következő fokozat. Amikor még nincs szinte forma, akkor csak hullám van. És ez, amit hallom. De mi kell ahhoz, hogy ezt meghalljam? Hát persze fül. De a fülnek milyen alakja van? Magzat. Egyébként hogyan temetkeztek ide? Magzati pózban. Engedjétek hozzá a gyermeket. Mert aki a mennyországba be akar lépni, gyermekké kell válnia. És azt fog hallani. És tudjuk, hogy a hallásnak milyen jelentősége van a feltámadásban. Tessék elolvasni a tibeti halottaskönyvet. Mi a címe a tibeti halottaskönyvnek? A hallás útján történő megvilágosodás. Hogyan lehet megvilágosodni? Világos beszél. A hallás útján. Ami egyszerre külső hallás és belső hallás. Ne felejtsük el, hogy a fül ugyanaz a szó, mint a fel. Aki feltörekszik a mennyek irányába, annak a fülét kell használni. Egyébként pedig tovább folytathatom ezt a dolgozást. Nagyon érdekes ez a szó, mert mondhatom azt is, hogy ahhoz, hogy én halljak belső füllel, és meghalljam az igét, előbb hullámtermészetűvé kell válni, de ha én hullámtermészetűvé váltam, mit fogok kívülről látni? A saját hullámat. Értünk. Ugyanis ez a halálba való beavatásnak az útja. Ez a halálba való beavatásnak az útja. Mert a halált meg lehet az életben is tapasztalni. Sőt, apokrif evangéliumokban maga Krisztus mondja. Nem azért jöttem, hogy majd a halál után feltámadjatok, hanem már itt gyakoroljátok a feltámadás szentségét. Csak ezt a dikaizmáton kihúzogatták. Mert mi lenne a papi hierarchiával, ha elkezdenénk gyakorolni már itt a feltámadás szentségét? Pedig ez az itt történeti feladat. Az örök test megvalósításának útja. Na de tovább ragozhatom a hullámot. Ugyanis a köhögő hangszóbokrot lecserélhetem egy átcsúszással a csúszó hangszóbokor hangjaiba. Ez egy teljesen szabályos nyelvi út. Gondoljunk arra, ha már Csabát idézgettük, hogy Csabát a latinok úgy írják át, hogy CH. És hány fajta módon egy? Két fajta módon. Mert egy heti kemény hangszóval Kabának, és egy heti lágy hangszóval Csabának. Tehát ide nyugodtan írhatok sziszegős hangot. És akkor nagyon szépen kaptam egy hármasságot. Aki a halmok útját járja, az a lélek útján a hullámok útját járja, az pedig a legmagasabb szinten a szellemhez kapcsol vissza. Tehát a halmon mivel lehet kapcsolatba jönni? A szellemi világ. Csak ehhez hullám természetűvé kell válni. Hogy ne legyen ilyen rejtés, mi az, hogy hullám természetű vált? Tudni kell, hogy mi az, ami az ember életében hullámzó. Nincs olyan túl sok dolog. Az egyik az álom. Ugye az egyik az álom? Álom. Amikor álmodunk, hullámzó létállapotban vagyunk. A
ezt az álomkutatók úgy írják le, hogy aktív szemmozgásos hallás, meg nem aktív szemmozgásos hallás, még a EEG görbe is más a két fázisban. Aztán mondjunk még hullámzó létállapotot. Hullámzó létállapot? De mennyire? Egyik pillanatban fönt vagyok a mennyekben, a másik pillanatban lent vagyok a földön. Mert nincs olyan szerelem, hogy ilyen statikus, ilyen folytonos. Ilyen. És elsöprő erejű. És amikor fönt vagyok a hullám tetején, akkor mit csinálok? Ragyog az arc. Honnan lehet megismerni a szerelmeseket? De már erről volt szó. Két dolog. Ragyognak. Ragyog. Ezt nem lehet lehazudni. Én lánynak nem tudom azt mondani, hogy szerelmes vagyok. Ezt nem látok. Ragyog az ember. Na most, ha ragyog az ember, mivé válik a teste? Fény. Milyen? Fény felszabadítás, legmagasabb. Magából a testből szabadul fel a fény. Fölszabadul a fény a testből, ismerős? És lenyomatot hagy egy leplen. Vagy fölszabadul a fény a testből, és lenyomatot hagy egy márvány között. Ismerős? Miért tudták megtenni? Mert ezt az utat járták. De ezt hol kell elkezdeni? A harmad. Már letöröltem a hátam, hogy ősvallásom szent helyei a harmad. A harmad. Ha én templomot építek, és ez megint súlyos, amit mondok, tudom, falakat húzok magam köré. Leválasztom magamat a teremtett világról, de Istenről is. Könyörgöm. Istenről is. Nem lesz már közvetlen a kapcsolatom. Ha ezt még tetézni akarom, akkor még a fejembe is rakok egy sapkát. Akkor már teljesen közvetett a kapcsolatom Istenről. Nincs közvetlen kapcsolatom. Hát az asszonyoknak ezért kell kendőbe bemenni a templomba, mert neki itt kell találkozni Istennel, nem így. A férfi az, aki a gondolat lénye, ő a szellemen keresztül tartja a kapcsolatot. A nő, mivel a lélek lénye, a szívlen keresztül tartja a kapcsolatot. És hát vannak ők is, amit adják. Na most. Az ő is vallás szerelem van, és tehát ebből teljesen. És mit mond a költő? Mert ne felejtsük el, ez ráadásul tényleg egy hullám természetű dolog, mert ha meghalunk, ezt minden hagyomány a folyón való átkeléshez hasonlít. Aki nem hiszi, járjon utána, egyébként a tejúton fogunk járni, életünk befejeztében. Ott van a nagy folyamon át kell menni. Hogy hívják azt a helyet a magyar nyelven, ahol át tudunk menni? Rémnek. Na ez a rémnek. Mert ez a harmadik hullámzó állapot, a rémnek. És ezt mondja a költő, köszönöm szépen, kiviszi át a szerelmet a túlsó partra, mert csak ezt lehet átvinni. Ne legyenek hiú ábrányai. Személygépkocsit nem lehet átvinni. Pénzt nem lehet átvinni. Gyurcsányfényképét nem lehet átvinni. Semmi más nem lehet átvinni, csak amit van. Mert ez a bánka. És ez kinyitja a Jóisten, és meg fogja vizsgálni, mi van benne. Ha nincs benne semmi, hát az hagyomány. Minden hagyományon a szívet mérve. De a szív a tettek forrása. Honnan fakad a két kezem? A két tenyér minek, aki helyezett csak rája? Szívnek. Mert csak innen tudok cselekedni, ha őszintén cselekszem. Persze most mondhatnák a férfiak, ha mi tudunk innen is cselekedni. Igencsak az nem a kezek útján történik, és ezt minden állat tud. Tehát aki csak itt tud cselekedni, az nem ember az állat. Ha pedig halmok vannak egymás után, akkor még képi úton is látom, hogy hova jutottam. Ez hármas hal. Az egy hullám. Az egy hullám. Na most. Lassan azért haladunk előre. Nem is olyan lassan. Itt van víz. Vízbetemetés. Itt van föld. Földbetemetés. Fölírom másképp. Attillát beletemették harmosul. És Attillát beletemették hullásérbe. És most látszik, hogy ugyanarról beszélünk. De ez csak magyarul olvasni, hogy a világ semmilyen más nyelv. Megjegyzem egyébként, hogy a halom. Bocsánat, itt van még egy nagyon fontos
hangalaki változat, ami történik. Kettő. Nem is. Az egyik az harmad. Így derül ki, megint csak a magyar nyelv segítsége, hogy miközben a mérgezett almának az álomhoz egy Grimm mesében. Hát vegyük meg ezt, hogy ugyanaz a szó. Na de ez csak magyar nyelv. Csak magyar, semmelyik más indulásban nyelv. Hát vettek át ezt azt a szkitától. A francia például az államra azt mondja, hogy rév. Hát lehet tudni, hogy honnan vették. Honnan kölcsön. Mindig nekünk mondják, hogy kölcsönöztünk, nem mi kölcsönöztünk, ő kölcsönöztünk. Folyton. És van még egy. Nagyon jó, köszönöm. Ezt is felírom. Nagyon fontos. El is felejtettem volna, nem mondja. A mag aranydíját kellene most oda ajándékozni. Elne, és van még egy. Hát formai analógia is. Formai analógia is. Na most az emlő egyébként minek az útján működik? Köszönöm szépen, a tejükján is, ha sok tejet iszunk, mi történik? Alszunk, mint a tej, de világos. Ezek mind nyelvi hologramok. Ugye? Mondaná egy fizikus. Géczi Gábor mondaná. Nyelvi hologram. Fraktál. Ő nem is a hologramot szoktam mondani, ő fraktálmániás. De tényleg a magyar nyelv ugyanúgy fraktál, mint az egész teremtett világ fraktálszerűen működik. Kicsiben ugyanaz van, ami nagyban. Csak a lépték különböző. Ami fent ugyanaz, mint ami lent, ami kint ugyanaz, mint ami lent. Ez az út, amiről beszélünk. Ez a harmadik útja. Na most kapcsoljunk ide vissza. Mert azért ez egy nagyon fontos mozzanat. Mi a különbség a kettő között? Ez így soha büdös életben nem derül ki. Csak akkor, ha én az égbolton is megvizsgálom ezt a helyzetet. Na most akkor mondom. Az égbolton találok egy olyan tartományt, amely a víz eleméhez tartozik. Találok egy olyan tartományt, amely a föld eleméhez tartozik, és pontosan az a sajátosság köti össze a kettőt, van közötte egy olyan tartomány, ami hullámzik. Pontosan ezt érsz. Mi lesz tehát a kettő között az egyetlen különbség? Ugyanaz a temetés, csak az egyik esetben évköri menetrendszerét tapogatom le a temetést, a másik esetben pedig recesszió. Még egyszerűbben mondva, az egyik esetben azt kapom meg, hogy hogyan kell az Attilaságot működtetni az esztendőkörben, a másik esetben pedig azt kapom meg, hogyan kell az Attilaságot működtetni, mint a Kárpát-medencében a precessziós menetben. Ugye érthető? Melyik, ami most ránk közvetlenül vonatkozik? Nyilvánvalóan ez. Hogy kell működtetni az Attilaságot? Hol? Halmokon. Magaslatokon, hegytetőkön, a szent helyeken. A szent helyeken. Miért olyan fontos ez a tartomány egyébként? Miért olyan fontos ez a tartomány? A precessziós menetrendben mi most hol vagyunk? Képpen ebben a tartományban. És ki az a két személyiség, üttörténeti személyiség, aki éppen ezt a tartományt tapogatja le. Segítek. Testetlen táplálik, testes táplálik. És akkor a tanítványaihoz fordult, a kenyeret megtörte, és azt mondta, egyétek, ez az én testem. Majd fölemelte a kelyhet, a tanítványaihoz fordult, és azt mondta, igyátok, ez az én vérem. A víz, a folyó összekapcsolódik a vérrel. Láttuk, hogy összekapcsolódik. Ha még mindig megrökönyödést váltanak ki, hogy tekinthetjük a földet kenyérnek? Hogy tekinthetjük a vizet bornak? Egy népdalanyok vannak ilyenek. Ha a Tisza borrá válna. De most én tényleg nem erről akarom beszélni. A krónikás hagyományban ebben a formában van jelen. És egészen megdöbbent, hogy kivel hozzá kapcsolatba. Idézem. Árpádék megérkeznek. Mi az első dolog?
vizet, a füvet, megkóstolják a vizet. Megkóstolják a földet, és mit mondanak? Mi ide Attila örökébe jöttünk? Erről beszéltem majd vissza. Este. Ott van a címer? Ott van a címer. Temetési mondát kivontottunk ki. És ez milyen út? Most jön a gyönyörűség. Mert a krónikás hagyomány másik vonulatában ugyanez így elhangzik. Megkóstolták a földet. Ez egy utolsó vacsora, érzékeljük. Ahol magát a Kárpát-medencét használjuk az utolsó vacsora. Mert az utolsó érték a földön a Kárpát-medence. Ezért vagyunk itt. Ezért vagyunk itt, és ezért olyan fontos a Kárpát-medence. Még egyszer mondom, ez az utolsó érték. A szent földrajz szempontjából. Tényleg az utolsó. Azért költöznek itt az idegen, mert ők nagyon jól tudják. Megkóstolták a földet, megkóstolták a vizet, és mit mondtak? Végtelenül megszerettük ezt az országot. Teljesen világos. Az emberen tényleg a hideg megy föl le. A legmagasabb szinten, utolsó vacsora történik. Mert nekünk a magyaroknak ide azért kellett bejönni, ezeket az utolsó értékeket. Átmentsük a következő nagy világkorszakra. És ebben ki segít minket? Jézus Krisztus és Attila nagy király. Attila nagy király. Láttuk, hogyan példázza ezt a korszakot. Nézzük Jézus Krisztus hogyan példát. Mindenki ismeri szerintem ezt a dolgot. Azért meg szoktam kérdezni. Vízöntő rejtél. Ismert ebben a körben? Játszunk demokráciát. Az olyan jó. Olyan. Tegye fel a kezét, aki ismeri. Uha. Lelkem mondta. De szerintem János valamiért nem tette fel a kezét, a János nem tudom. Na. Na most, amit nem fogok most nagyon-nagyon ismételni. Emlékeznek a hullám természetű jelenségek nagy tárházára? Három léptékben működő hullám természetű jelenségről tudunk számot adni, amely a szent helyeket működteti. A legelemibb szinten, a hétköznapiság szintjén, a napi ciklusosság szintjén, az egyéni élet szintjén 12 energiaháló működik a Földön. Ezek egyike a Hartmann-háló. Nem vetítem, volt róla szó, ugye? Nem vetítem. Ez a 12 apostolnak felel meg egyébként, ez gyönyörűen lehet látni. A következő szinten már csak 3 rácsháló van, ez már egy nagyobb lépték, 15 kilométerenként van egy energiasáv, ez pontosan az a távolság, ami az Árpád korban, a Turul nemzetség időszakában a falvakat választott el egymást. Nagyon szépen látszik, hogy ezt egy falu közösség tudja optimálisan működtetni, és már nem az egyén. Tehát itt már egy falu közösségi embernek össze kell jönni, imádkoznia kell, és akkor tudja ezt az energiaszintet kibontani, kiteljesíteni, működtetni. 3 háló tartozik ide, a Szent György háló, a Krisztus háló és a Mária háló. Ezekre épültek a halmok, a földvárak, majd később a templom. Hát ugye tudjuk, hogy a templomokat dombtetőre építették, oda, ahol korábban az ősvallásnak a szentélye voltak. Tehát ma minden oltár ilyen energiacsomóponton található. És van egy harmadik szint, ez a csillagösvényeknek a szintje. Itt már 20-50 kilométer széles. Eszembe jutott, hogy hoztam egy bácsi egy térképet, amire felrajzoltam a csillagösvényeket. Ezt körbeadom. Tollal vannak berajzolva a csillagösvények, nagyon siettem, úgyhogy nagyon sok esztétikáját nem érzek a dolognak, de nyomon tudják követni az itt jelenlévő, és azt mondja, amelyik a tetején is meg az alja csillagösvényeket. Tehát ezek a nagy sávok, ezek lennének a csillagösvények. Ezek a legmagasabb szintű szenthelyeket kapcsolják össze, a föld csakrákat. Tehát ott, ahol nagy csomópontja van ennek az energiarendszernek, ez a legmagasabb szint, közvetlenül szerelem energiakáromnak egyébként, ezek egy csillagösvényeknek neveztük el, ott vannak a legmagasabb szintű energiagócpontok. Gyakorlatilag a Mária kegyhely mind ilyen gócpont, de van olyan gócpont a Kárpát-medencében, amire jelen pillanatban nem esik Mária kegyhely. Egyébként ilyen volt a Gorba-hegy, ami nekem térképen jött ki, és utólag derült, hogy a 30-as években Mária jelen is volt, én erről nem tudtam.
És most ugye újra elkezd működni. Hát ezekről a szent helyekről beszélek, és erről a működés. De visszatérve a vízöntő rejtélyéhez. Mert így válik érthetővé teljes jelentésével a hármas koporsónak a üzenete. Miről is van itt szó? Ez egy nagyon érdekes tartománya a 12 állatöv rendszerének, és egy emeltebb szinten a 12 állatövi csillagkép rendszerének. Mert a kettő nem ugyanaz, ezt tudjuk. Egyik alapvetően egy időbeli tájékozódás keretét adja, ez az állatövi jegyek 12-essége, amely a 365 napos rendet írja ki. Egy emeltebb szinten a zodiákus állatövi jegyei mögött megtalálható a 12 állatövi csillagkép, ami a térbeli tájékozódáshoz adja a keretet. Ez pedig alapvetően a 25.920 éves precessziós menetrendet fogja meghatározni. Annak a világhónapjai menetrendjét fogja meghatározni. 2160 évig tart egy ilyen világhónap. Aszerint beszélünk adott világhónapról, hogy a tavaszi napi egyenlőség pillanatában a napot melyik csillagképben látom fölkelni. Jelen pillanatban a halak végén látom fölkelni, ez azt jelenti, hogy jelen pillanatban a halak világkorszaknak a végén vagyunk. Most mindenki azt gondolná, hogy akkor még csak most fogunk belépni a vízöntőbe. Azonban erre azt kell mondjam, ez egy óriási tévedés. Ugyanis a helyzet nem ilyen mechanikus, ez a nyugati gondolkodás számára van fönntartva ez a mechanikus szemlélet, hogy jön a vak, jön a vízöntő, amire tudjuk, hogy egy levegős minőségű állatövi jegy és levegős minőséghez tartozó diákosulakét, és jön a halak, ami víz ellenében. Na most ez csak látszólag működik így, és látszólag tényleg így működik. Innen lehet egyébként a Heribert Illig-féle idő kollapszust is megérteni. Hát nagyon fontos, nem véletlenül, hogy ez éppen itt került elő, és itt került szemületünk középpontjába, bár még korán sem biztos, hogy Heribert Illignek igaza van. Azért tessenek vigyázni. Korán sem biztos. Nézzük a kis éves menetben. A bak az ugye karácsony ünnepével indul itt a Földön. Ez azt jelenti, hogy december 24-én évfélkor ünnepeljük. Ekkor van a váltás. Csillagászatilag hamarabb van december 20-21, amikor a tél napforduló megkövetkezik, de a Földön kiteljesedni ez a hatás 3 nap múlva tud. Ugye közismert, hogy 3 napra megáll a nap a horizonton, ugyanott kell föl, és 24-e után indul el visszafele. Tehát 21-én, aki szertartást ünnepel, napújjászületési szertartást, az sajnos a sötétséget ünnepel. Még 3 napig sötétség van. Ez nagyon nagy hiba. Mert vannak olyan körök, akik december 21-én ünnepik a napújjászületést. Nem születik újjának december 21-én. 24-én születik. Évfélkor. És akkor indul el visszafele a bátorhatán, hogy kiteljesítse a pályát. Na most, ha ez igaz lenne, így, akkor ugye ez 30 nap, ez is 30 nap, és ez is 30 nap. Látszólag találunk itt egy olyan ünnepet, 30 nap múltán, ami vízöntő sajátosságokat hozza be, ez a pál fordulatának ünnepe, január 25-én. A népi ritusa is, amely a pál nap köré, ez a Saulusból Paulussá lett pálról van szó, tehát ez az ő ünnepe. Gyakorlatilag csak olyan ritus épült be a néphagyományban, amely pontosan ezt a fordulatot, ezt a vízöntőséget hozza be közé. Igen, ám csak, hogy ez nem egészen így. Na most, gyorsan nézzük végig, hogy a vízöntőnek mik a jelképei. Van egy mediterrán jelképe, és van egy keleti jelképe. A keleti csillagmitológiai hagyományhoz tartozik sok minden. A török, a mongol, a kínai, ezek mind a keleti hagyományhoz tartoznak. Keleten hogyan nevezik a vízöntőt? Nyilván mindenki tudja, majomnak. Nyugaton nevezik vízöntőnek. Egy fiatal ember jeleníti meg, aki egy dézsából vagy valamilyen arra alkalmas eszközből kiönti az élet vízét. Ehhez ide szokták citálni egyébként az evangéliumi hagyománynak a szövegét is, ami a Jelenések könyvében is megfogalmazódik, én az élet vízét hozom nektek, új föld és új ég részem. Na most. Nézzük meg mit tart a karácsony. Hát ha ez igaz, amit én felrajzoltam, akkor a karácsonynak pár fordulatáig kéne tartani. Így van? Addig tart? Január 6-ig megtanulsz. Ez 12 nap. 30 helyett 12. Jóval rövid. És 6-án milyen ünnepet találunk?
Mi történt víz keresztül? Ráöntötték a vizet Jézus Krisztusra, keresztelő szint. Ez vízöntő? Hát ha valami vízöntő, akkor ez vízöntő. És kezdődik el, kedves egészségére, a keleti jelzsállat fogja megmutatni. És elkezdődik a majomkodás. De hatodikán mi kezdődik? A farsan. Tehát bizony ezt ki kell húzni. Most nézzük a precessziós menetet. Ha minden igaz, akkor a halak világkorszaknak 2160 évig kell tartani, és csak utána jön a vízöntő. Örülhetnénk, hiszen számoljunk, mit mondott Kepler. Krisztus előtt 7-ben született meg Krisztus, számoljunk rá 2160 évet, most az illige letörődjük egyelőre, hogy ez a majd 300 év most van, vagy nincsen beszúrva, számoljuk a 2160-at, mikor kezdődik a vízöntő? 2153-ban. Tehát van még időn gondolhatnánk, megnézhetjük még a Dallaszt, vagy nem tudom, szappanoperát a tele, nyugodtan ücsöröghetünk még, örülhetünk a fogyasztói társadalomban. Csak hogy nem ez a helyzet. Ugyanis ugyanaz az esemény, amely a vízöntőt kijelölte a kíséres menetben, ugyanazt fogja kijelölni a precessziós menetben. Jézus Krisztust hány éves korában keresztelte meg Krisztus Szent? Most 2160 éves korában. Hol van? 32. Hát ez mindenképpen rövidebb, mint 2160, ugye? Ugyanis a vízöntő nem így viselkedik. És ezt a régiek nagyon pontosan tudták, hogy honnan ez az apjonság is jelenleg. Itt van egy bak, halusok. Itt van egy halak, hullámsír. Ez úgy lehet halomsor, és ez úgy lehet hullámsír, hogy együtt van a vízöntő és a halak, együtt van a bak és a vízöntő. Hogy lehet ez? Úgyhogy a vízöntő itt nincsen, hanem ráterül a halakra, és ráterül a vízöntő. Ez drámai helyzet. Miért? Mert amikor belépek a halakba, egyúttal találkozom a vízöntővel, de hogy? Többletként. Többletként. Plusz két dimenziós többlet. Van a halaknak a négy dimenziója, ezt 3 plusz 1-ként szokták leírni, mert van 3 térdimenzió, és van egy idődimenzió. Ugye nem túl bonyolult, amit mondok szerintem, ez bár elég késő van már, de ez nem lehet. Erről, ha jövök, itt van a baknak 3 plusz 1 saját dimenziója, a normális bak ideje, a 30 nap, meg van a bak tere. Nem a bak ter, hanem a bak tere, ugye a 3 dimenzió, amiben élünk. Hosszúság, szélesség, magasság, geometriát, ha tanultak tudják. Minimálisan ennyi kell az emberi léthez itt a Földön, az 3 dimenzió neked. És kell egy idő, mert különben nem lehetne idő, nem tudnánk létezni, abban a pillanatban pukkadnánk szét, ahogy megszülettünk. Egyébként az idő nagy kegyelem. És gondoljanak bele, abban nem lenne idő, egy pillanat alatt meg kéne valósítani mindent, amíg az ember itt megszülettünk. És akkor mit csinált a teremtő? Adott időt hozzá. És húzza ezt az időt. Na jó, még adok egy picit. Na, még adok egy picit. Hát sajnos ilyenek vagyunk. És megint itt van a plusz két dimenzió. Na most ez egy vízesély, ez egy földesély, és innen már ismert lehet, ezt nem én találtam ki. Erre ugye Papp Gábor hívta föl itt a magyar műveltségből figyelmet. Van egy jelenések könyv. Ennek a 11. részében a következő hangzik el. Még annyit tudni kell, hogy ezzel a vízöntővel szemben az oroszlában. Ez a szakrális királyságnak a kulcs minősége. Itt mellette a szűz van, szemben a halakkal, erről pedig a rák van. Most a rák nem is olyan fontos nekünk, borzasztó fontos, mert az évkörben ez a fény kiterjesedése. De most nézzük a szűzet. A szűz az evangélium hagyományban legmagasabb, majdnem legmagasabb szinten hogyan jelent meg. Mert ha a legmagasabb szinten jelent meg, akkor természetesen Szűz Máriaként fog megjelenni. Szűz Máriakinek a testet. Ugye, aki ismeri az asztrálmitoszi keretrendszer működési szabályt, az tudja, hogy ahol a szellemiség van, azzal szemben a testiség van. Szűz Máriakinek a testet, a halakvilágkorszak megnyilvánítójának Jézus Krisztusnak. Gyönyörű, nem? A gabona is így lakozik a szűz állatjai, ezt aratus szűznek is hívják. Ezért lesz olyan fontos a búza, a kenyér és a gabona jelképe. És ezért lesz olyan fontos a hal jelképe az evangéliumban. Hát ezt a világkorszakot imádjuk. De rögtön ott van a vízöntő, ugye láttuk. Gyakorlatilag nem 2160, 30, majd 30 év.
és ugorod kettő. Ez tűzjegy, az evangéliumban ez angyalként jelenik meg. Ez ugye levegős jegy, mind a két oldalon. Ez vízjegy, mégpedig ide a tengervíz tartozik a halakhoz. Ugye három vízminőség van az állatövben, van a skorpió, ez a forró víz, a gőz, a szenvedélyes víz. Van a rák víze, ez a termékeny víz. A mocsarak, lápok és folyóknak a víz. És van a halak víz, ami a tengervíz, ez a gyönyörű átlátszó tiszta kék víz, az éteri víz, és az esővíz is ide tartozik. És akkor olvasunk a 11. részben. Megjelenik az angyal, ugye János hangot hall, megfordul. Itt lát egy angyal. Egyik lábával a tengeren áll, másik lábával a földön áll. A hangja olyan, mint az oroszlánnak a bömbölése. Kezében egy nyitott könyv, és mit olvas ki belőle? Idő pedig nem részen. Na most, itt van idő. Nincs, mert nincs olyan, hogy vízöntő tetszenek látni. Tehát várnánk a vízöntő idejét, és kiderül, hogy nincs. Ugyanis itt lenullázódik az idő. Lenullázódik az idő. Ez azt jelenti, hogy fogy az idő, és egyszer csak lenullázódik. Ezt mi hogy tapasztaljuk meg? Egyre kevesebb időnk van, szokás gyorsul a világ. Jaj, nincs időm erre, jaj, nincs időm arra. Egyszer csak elfogy, és aki csak időben tudott élni, annak annyit mondják, ugye. Hirci Gábor erre szoktam mondani, hogy game over. Na, tehát nincsen idő. Ez az idők végezete. Mert a hagyomány nem azt mondja, hogy világ vége. Tessenek megnézni az evangélium hagyományt. Sehol nincsen világ vége. A jelenések könyvében is. Mi van? Az idők végezete. Az időknek van vége. És ha vége van az időnek, akkor utána mi? Hogy mondjam, szóval, ha vége van az időnek, mikor van esély a túlélésre? Ha az ember a lábát megvetette az időtlenben. Új föld és új ég része. Vagy, másik jelkép, majom. Lefordítom magyarra. Választhatunk ebben a világkorszakban. Időtlen vagy idétlen? Ugye világos? Új ember, most nem a katolikus folyóirat reklámja. Új ember, milyen ember? Az örök fiatalság embere. Mert milyen emberről van szó? A feltámadott testben lévő emberről. Az örök test megvalósításának programja indul el. Mi kell hozzá? Egy testes táplálék és egy testetlen táplálék. Bor és kenyér, víz és föld, és még mi? Hullámzás. Erről beszéltünk? Ez a szent helyek működés. És ha én fölveszem a hullámzást, a plusz két többlet dimenziót, hogy mindenki értse, evangéliumi neve, szent lélek. Ez a szent lélek világkorszaka. Ki nevezi magát a szent lélek apostolának? Van. Így nevezi magát. Én vagyok a szent lélek apostola. Ha pedig ráhullámoztunk erre a többlet dimenzióra, ezt úgy nevezik a rejtett hagyományban, a gnosztikus hagyományban, hogy a szent lélek kitöltése az emberre. Mert az ember a váza, a grál, emlékszünk rá? És ebbe töltik ki a szent lelket. A szent lélek szimbóluma a kereszténységben a vér. Erről volt szó? Erről volt szó. Akkor át lehet hullámozni az időszakadék fölött. Csak ez kell egy bárka. A bárka felülnézetben így néz ki. Mi a világos? Itt rajzoltam halak. Lehet halakat mondani, lehet gabonát mondani, búzamag. Magma, búzamag, benne aluszik a nap. Van búzamag jelkép az evangéliumban? Van egy példázat Krisztus szájában? Vagy, aki ismeri a rejtett hagyományt, vagy látó, itt rajzoltam. Azt is, mindent lát a szemed, csak hát az nem így jár. Mit rajzoltam fel, akkor meg kéne fordítani szinte. Ez a mandorla. Mi a mandorla? A szép, ami minket körbe lesz.
Szivárvány hártya, szivárvány testnek nevezik a rejtett hagyományban. Ismerős, mit lát Noé a bárkából, amikor tudja, hogy végig az ezen visz? Ugyanis az a szivárvány minden színében tűnik. Ez a bárka. Ez a köztes lét fényteste, ami egyik testetöltésből átvezet a másik testetöltésbe. És centruma az emberben a szív. Erről is beszéltünk. Innen sugárzik. Ismerős ez a gesztus. Krisztus tartja egyet, és mi indul el a szívéből? A szivárvány hét színében ragyogó fénysugár. Hát itt van az üzenet. Egyébként a magyar nyelvben a bárka szó ugyanaz, mint a burok. Tetszenek látni? Hát erről van szó. Mag. Ha sok mag van, az mag ár. Milyen nemzet? Ez a küldetés. Ez a küldetés. Jézus Krisztus és Attila. Attila hármas koporsója. Ez most egy látás. Ha valaki elfogadja, tisztelettel veszem. Ha valaki nem fogadja, tisztelettel veszem. Tehát senkit nem szabad erőszakkal valamit téríteni, el kell mondani, amit tudunk. És aki ezt szól, úgyis szól, aki ezt nem szól, nem szól. Attila hármas koporsója úgy működik, mint egy mágneses generátor. Olyan, mint egy elektromos generátor, egy Leclanchel, vagy nem tudom micsoda, én nem voltam a nagyon jó fizikában. Csak hogy ez a mágneses generátor monomágneseket hoz létre. Mágneses egypólusokat. Van ilyen, csak nem találkozunk ilyennel itt a duális világban, mert abban a pillanatban létrejön egy mágneses monopólus, rekombinálódik dipólussá. Ugye világos. És tudják, hol keletkezik az idő? Ahol rekombinálódnak a monopólusok. Ez teremti meg az időt a kozmoszban. Attila koporsója monomágneses generátorként működik. Mit csinál? Időre. Vagyis kegyelmet generál. Kinek? Aki befogad. Mindenek előtt a Kárpát-medencében. Kegyelmi időt kaptunk Attilát. Ez a hármas koporsója. Miért említettem meg ezt a durva fizikai példát? Mert nagyon fontos. Tudjuk, hogy pólusváltás időszakot él. Ez már zajlik. Nem nagyon szokták nagy dobra verni. Kérdezzék meg Géczi Gábort, a geofizikus végzettség. Egy harmadával csökkent a Föld mágneses erőssége. Ez drámai. Ennek két oka van. Egyébként gyönyörű a jelkép, mert ha én a Földet lerajzolom, most látom, hogy én még mindig az első képet vetítem. Hát János, a Földnek én lerajzolom a mágneses terét, mit kapok? Na, egy almát. Itt van az aranyalma. Itt van az országalma jelkép. Jelenti a paradicsomot, mert az alma a paradicsomnak a fája. Aki almát tart a kezében és szent király, azt ígéri nekünk, paradicsommá változtatja a Földet. Ez a küldetés. Ebben kulcs szerepet játszik el a mágneses kép. Mert fizikai hatása akár tetszik, akár csak itt jöhet fel. És itt mehet ki. Hogy zajlik egy mágneses pólusvált? Aminek mikor van a tetőzése, ugye tudják? Én ezt a 2012-t eddig nem nagyon fogadtam el. De látván azt, hogy a 12 energiaháló, ami a leghétköznapi szinten működik, ezt talán mondtam már, hogyan erősödik? És mikor éri el azt a szintet, amikor már mind a 12 háló egyformán erős lesz? Ezt vetítettem, de azért ismétlés a tudás édesanyja. Kisboldog asszony napján ez az édesanyja megszólal. Ismételtek minket, ugye az úgy fog kinézni. 12 háló együtt, amikor mind a 12 erős lesz. Hova fogják tenni az ágyat? Sehova. Mert mondtam, miről szól ez a játék? Káros lesz. Hát annak, aki nem a szerelem.
ugyanis aki a szerelem útját jár, az taszítja ezeket a hálókat. Ezek negatív hálók, szerelem pozitív rezgéseket tudta lenni. Mikor érje el ezt az állapotot? Kiszámoltam, mert megvan a tendencia, tehát nagyon egyszerűen lehet extrapolálni. 2012. Nem is kell egyébként már az állít sehol. 2012. Mi megy végbe? Lebomlik ez a mágicses tér. Nem lesz szalmánk. Nem lesz szalmánk, hogy mérgezett lesz az alma. Ismerős? Már ez a Grimm mese, ami nem Grimm meséje, hát ez Kita forrásból jövő mese. Mérgezett lesz az alma. És mi fog az ember szemére? Leereszkedve. Mert miről van szó? Amit szoktak a fizikusok, ha lebomlik, mert ez nem úgy megy végbe a pólusváltás, hogy megy végbe, hogy eltolódik az egész pólusrendszer, hanem úgy megy végbe, hogy leépül a mostani, eltelik néhány száz év és képtelik. Az a kisebbik baj, hogyha nincs mágneses tér a Föld körül, akkor eléri a kozmikus sugárzás a földfelszínt és sterilizálja az életet. Ez a kisebb. A nagyobbik baj most jön. Csillagászok is tudják, kérdezzék meg tőlük. Intelligens élet csak olyan bolygó lehetséges, amelyiknek van mágneses tere. Miért? Azért, mert a fizikai szinten a rövid távú memória mágneses természet. Mágneses alapon működik az agyhomoknak ez a szerepe. Mi történik, ha leépül a Föld mágneses tere? Elveszítjük a rövid távú emlékezetet. Sarkító. Mi a rövid távú emlékezet? Amit az életem során megszereztem tudást. Ki vagyok? Hol élek? Miért vagyok itt? Hogyan kell az anyagot megmunkálni? Ezt mind elfelejtem. Este lefeküdtem még ezzel a tudással, reggel, hogy ébredek föl? Nagyon érdekesen. Nem tudom, ki vagyok, nem tudom, hol vagyok, nem tudom, mi lesz körül, ha még egyáltalán körül vesz valami. Ebből a művilágból. És mit kell elkezdeni újból? Megismerni a környezetemet. Ezt nevezik a régészetben, meg az antropológiában paleolitikumnak. Akkor az ember kapcsolatba kerül az anyaggal, és elkezdi pattintgatni a kőzzel számokat. Mert azért nem hülye. Mert nem a fáról esetben. Majdonként. Hanem már háromszor, meg négyszer, háromszor pontosabban már ezt elkezdte, meg volt egy negyedik, és most lesz majd a ötödik. Nem evolúció, hanem törvések voltak. Lebomlott a mágneses tér. Mire panaszkodik mindenki? Feledékeny vagyok. Jaj, de feledékeny vagyok. Ezt is elfelejtem, azt is elfelejtem. Hát sajnos ez a helyzet. Na de van nekünk kegyelmünk. Mert ugyanez bomlik. De vele párhuzamosan erősödnek a szent helyek. A szent helyek hogyan működnek? Mágneses alapon. Mágneses alapon. Nagyon jó hírt mondtam, ne nézzenek el szomorúan. Mit mond minden hagyomány? Az igazak az utolsó időkben a szent helyeken gyülekeznek. Mert hol marad meg a mágnesség? Ez ugyanolyan, mint a halál pillanatában a hét csakra rendszer. A hét csakra rendszer lebomlik. Fészkes fenél. Ott fordul át ez a létem egy más világi létre. Azok a kapuk. A Földnek hol vannak a kapuk? A szent helyeken. Hova kell menni? Hova költöztetik be őket? Az egész Kárpát-medence szent hely. Csak mondom. Az egész Kárpát-medence egy bárka. Beérkezik Árpád a krónikás hagyományban. Hát azért erre figyeljenek oda. Noé hegyére. Ide a Kárpát-medence. Mit kell csinálni? Na most már lassan befejezem szerintem. Mit kell csinálni? Nagyon egyszerű. Működtetni kell a szent helyeket. És aki szent időben szent helyen van, de aki szent időben szent helyen van, az azt jelenti, hogy ráhullámzott a szent hely frekvenciájára. Vagyis magába olvasztotta a szent hely működését, vagyis füle volt a hallásra. Szent időben, szent helyen ott volt, új föld és új. A
többiek pedig itt maradnak, és lehet tudni, hogy ez jönnek ebbe a korszakba. Nincs többletdimenzió, nem vették föl a hullámzást. Itt az időszakadék, Géci Gábor game over, és átkerülnek a Bach világkorszak. Ez rosszabb, mint a Bach korszak volt. Mert a Bach évköri menetben is elég hideg, elég fényszegény, és ha nincs menedékünk, akkor megfagyik. Na ez lesz 2567. Rajtunk. Idétlen. Hát táncos emberként szoktam nézni, fiatalokat tanítok egy színház iskolában, többek között néptáncra. Hogyan táncolnak a diszkóban? Hát ha még makognának is hozzá, egész életükben. Ez a majós tánc. Nem tehetnek róla, velük ezt csinálják. De még az utcán is így megy. Zajlik a majom termelés. Most eszembe jutott, hogy Imes zenekarnak van egy ilyen nagyon kedves száma, ez politikusoknak ajánlom figyelmébe, ez a refrénje. Jobbra át, balra át, a majmoké a világ. Zengedni kell a szent helyeket, ezzel fogom a befejezni, illetve nem ezzel, majdnem ezzel. Zengedni kell a szent helyeket, a lélek tud zengedni, és a szív. És akkor az fog történni, ami már egyszer majdnem megtörtént. A magyar legenda, ez a Karancsegynek a legendája, Jóska bácsi szokta idézni. Amikor Jézus Krisztus a mennybe ment, pünköskor, a Föld után akart menni. Jézus Krisztus azt mondta, állj, még nem jöttem az időt. Így keletkeztek a hegyek, a Karancsony is. Most eljött az ideje. Ha zengedjük a Kárpát-medence szent helyét, ez szent helyen hangzott el szent időben, onnan fölül. Ha zengedjük a Kárpát-medence szent helyét, és minden szent helyen van zengető, minden szent helyen, szent időben, abban a pillanatban a kárpáti magyar haza fölemelkedik, és új helyre kerül a hazánk. Ha ezt valaki nem hiszi, olvassa el Csontvári Boszka Tivadar önéletrajzi naplójának az utolsó mondatát. Más helyre kerül a hazánk. Új föld és új égész. Ez ennek a nemzetnek a küldetése. De ehhez elő kell, szívbéli erő, és nagyon-nagyon sok szeretet. Annyi szeretet, amennyi Jézus Krisztusban volt irántunk. Mert úgy szeressétek egymást, ahogy én szeretelek bennetek. Ez az új parancs. Nincs többé 10 parancsolat. Ez az egyetlen parancs van, mert ez a kegyelem korszaka, és nem a törvény. Akkor is, ha vannak, akik beleragadtak a törvény. El szokták mondani, Kárpát-medence egy agy, vagy egy koponya. Ez így van. A koponya, ha agy, akkor úgy működik pontosan, mint az agy. A 72, és nem a 64. Nem a 64, a 72 vármegye. 72 igazgyöngy van a Magyar Szent Koronán, 72 apostola volt tárgyak körben Jézus Krisztusnak. Ezért nem 64 vármegye, hanem 72 vármegye. Nem minden, ugye értik? A 64 az politika. A 72 történeti dimenzió. Ezért Szent László ezért hódoltatta meg Dalmáciát. Szabad. A koponya pontosan úgy működik. Anatómiailag pontosan. Ekkor a középpontja Pilisnek neveztetik, mert a Pilis a régi magyarban, a tártosok így kereszteltek, pilisezték a fiatalokat, levágták a fejtetőn a hajat, és a fejtető a Pilis. A tártos hagyományban, aki tártosnak született, a
a fejtetőn van egy kis dombocska, halom, hegy, Koponyák hegye, Golgota. Ha ide kerül a magyar szemkorona, pontosan ott van a kereszt. Pontosan a Golgotán van a kereszt. Hogy nevezik a magyar szemkoronát? Élő Krisztus. Ha olyan, mint a szív, hát ha elfordítjuk, most mindenki nézegeti a fejét, nagyon aranyos. Ha elfordítjuk 90 fokban, akkor szív lesz. Szív lesz. Ekkora középpontja a dobó. Ez a lelkiség szintje. Az előbbi a szellemiség. Van egy testiség is. Miért hagyjuk ki mindig a testiséget? Nem lehet a paradicsomba jutni, ha a testet nem váltjuk át fényé. Egyétek, ez az én testem. Test nélkül nincs üdvösség. Ha pedig ez testiség szintjén bontjuk ki, ezt adom a két lehetőség. A magyar nép hagyomány úgy hívja a Kárpát-medencét, hogy Mária öle. Ha ez Mária öle, úgy fogal, megváltó. Az Úr Jézus Krisztus. Ez a Krisztus ország. Ez az áldott föld, és itt ez a nemzet, aki itt él, Krisztus nemzet. A királyai, a megváltó királyok, ahogy nevezték. De a Kárpát-medence egy magyar cipó. A cipó kenyér. A kenyér Krisztus test. De ahhoz, hogy feltámadjon, mert ha Krisztus testet föl fog támadni. Keresztre kell feszíteni. Nincs más képűzőség. Borzasztó olyan. De meg kell élni. Aki Krisztus nép, annak meg kell élni. De erőforrásként kell megélnie. Erőt adó forrásként, és nem a gyűlölet forrásaként. És akkor föl fog támadni. Föl fog támadni, mert hiszek egy Istennek, hiszek egy hazában, hiszek egy Isten örök igazságra, hiszek Magyarország föltámadásában. Köszönöm szépen!